Illés Endre, házkutatás. Fábián és Fábiánné egy kisebb belvárosi étteremből indultak hazafelé. Jó kedvűek voltak, vacsora közben kiválóan szórakoztak. Azzal mulattatták egymást, hogy nézték az embereket, és ízekre szedték őket. Rögtön a szomszéd asztalnál egy ideges, fekete hajú nő ült, mellette lóarcú, kopasz férfi. A nő parókát húzott a fejére, mondta Fábián. Legalább 40 éves. Legalább 50, toldotta meg az éveket Fábiánné. Nem látod? Borzas a szemöldöke. Már nem gondozza. És fél valamitől. A fekete hajú nő közben mohón lecsapott az étlapra. Keresgélt, válogatott. Végül a férfi is odahajolt. Zeller krémlevesben állapodtak meg. Elgyöngülés ellen rendeli a férjének, mondta Fábiánné. Tovább figyelték őket. A fekete nő vörös bort kért, kis kancsóban. A férfi hideg tejet. A krémleves után a nő csak vajat kívánt, meleg sós rudacskával. A férfi töltött szárnyast, kisé bizonytalanul. A szárnyason később osztoztak. Jó étterem volt, még vajjal is szolgált vendégeinek. Ha jelentést kellene írni róluk, mivel kezdenéd? Kérdezte Fábián. Élelmiszerhalmozók, fontolgatta Fábiánné. Disznót hízlaltak nekik vidéken, most bőven van zsírjuk, szalonnájuk, száraz kolbászuk. De lisztet is szereztek valahogyan, meg borsót, lencsét, rist, a mai nehéz időkben. Cukrot is találhatnánk a kamrájukban, legalább 10 kiló kristálycukrot, fehéret, méregette a gyanútlan párt Fábián is. Azt jelenteném, hogy a házfelügyelőt kellene megbízni, figyelje őket, mit hoznak nekik, honnan hozzák, kik hozzák. Dolgoznak? Feltétlenül. A férfi egy ügyvédi munkaközösségben, a nő könyvelő, eféle. Étteremben vacsoráznak, elég módosak. Fábiánné ábrándozva átpillantott a szomszédokra. Csiklandó látvány lenne a kamrájuk belső világa valamelyik közeli üzlet kirakatában. A lisztes zsákon kis tábla, így élnek az ingyen élők, a feketézők. Ez hatásosabb, mondta Fábián. Ők is töltött csirkét rendeltek. Fábiánné később körülnézett. Hát az a vörös szörzetű Krisztus, és mellette a kövér, kötött ruhás nő, muhazöldben. Látod őket? A negyedik asztalnál. A férfit kitartják, szemlélgette a rőt Krisztust Fábián. De miből? Kérdezte az asszony. Ha valaki megpiszkálná őket, hamarosan kiderülne. És sorra vettek mindenkit. A szőke lány azzal a fiúval, ott jobbra, milyen sápadtak. Fábiánné bólintott. A lány holnap küretre megy. Félnek, hogy valaki feljelenti őket. Hazamenet egymásba karoltak, bort is ittak. Többször megbotlottak a sötét belvárosi utcákon. Megálltak egy-egy sötét kirakat előtt. Nézték az üveg mögé búvó, elsötétült holmikat. Az utcák csendesek voltak, jó estéjük volt. Megindultak, megint megálltak. Biztonságban érezték magukat. Éppen csak egy-két szót váltottak. Az a kitartott Krisztus. A fekete hajú nő a borzas szemöldökével. Így élnek a feketézők. És a sápad lány meg a fiúja. Észrevetted, milyen gyorsan fizettek? Mintha menekülnének. Ízlelgették a friss emlékeket. Nevetgéltek.
Holnap ablakos vagyok, sóhajtotta végül Fábiánné. Már most unuskálom. Ami azt jelentette, hogy másnap röntgen asszisztensként az ablaknál ül, ott veszi át a beutalókat, s már előre unja az egészet, legfőképpen a betegeket, akik hangosak, tolakodnak, s nem éppen jószagúak. Beértek az utcájukba. A túlsó járdáról felnéztek a négy emeletes házra. Sötét tömeg volt a ház is. Csak itt-ott világított merészen, fehéren és sárgán egy-egy ablak. Fábián megtorpant. Olyan hirtelen mozdulat volt, hogy a visszarántott asszony megingott, majdnem a karjába dőlt. Nézd! Fábiánné zavartan körülnézett, a járdán kereste, amit látnia kellett volna. Valaki van a lakásban! Suttogta reketre vált hangon Fábián, s felmutatott. Az asszony is felpillantott a negyedik emeletre. Már ő is látta a leeresztett redőny alatt kiszüremlő, vonalzóval meghúzott, egyenes, árulkodó fénycsíkot. Ég a villany, dadogta. A szobámban. Talán égre felejtetted, határozottan tudom, hogy eloltottam. Amikor visszafordultunk, mondom, hogy eloltottam. Figyelték a mozdulatlan fénycsíkot. Betörő? Kérdezte az asszony. Fábián szinte felhorkant. Csak nem gondolod, hogy egy betörő villany gyújt, és villanyfényben gyűjti zsákba a holmikat? Akkor ki lehet? Nem tudom. Az asszonyba belébújt a félelem. A combja közt alulról nyomult befelé a remegés. Talán mégis égve hagytuk. Nem hagytuk égve. De most ég, ég, nem vagyok vak. Ki lehet a szobában? Nem tudom. Fábián torkában a félelem kapart. Gyere! Mondta hirtelen. Belekarolt az asszonyba, megfordította, és szinte futva menekültek az utcából. Amikor másfél óra múlva visszatértek, halk nyári eső maszatolta a várost. Az eső kergette vissza őket. Lucskosak voltak, s mint akiket megkergettek, fáradtak és csapzottak. Megint csak a túlsó járdára kerültek, felnéztek. A redőny alól már eltűnt a fény. Azt hiszed, elmentek? Kérdezte Fábiánné. Honnan tudjam? Borzolódott a férfi. Álltak, várakoztak. Felmenjünk? Az asszony kérdezte. Fábián hallgatott, nagyokat lélegzett. Szinte tüdejébe szippantotta az eső meleg cseppjeit, majd puhán, gyáván mozdult. Mi mást tehetnénk? A házfelügyelő sokára jelentkezett. Nem is a házfelügyelő, csak a 10 éves lánya. A kislány kócos volt, álmos, már ágyból verték ki, didergett. Fábiánék reménykedve figyelték, talán mond valamit. De a lány, mint az újszülött kismacskák, vaksin, beragadt szemmel nyitotta, csukta a kaput, nem is nézett rájuk. A házaspár megállt a liftajtó rácsa előtt, megvárták, míg a lány eltűnik. Majd biztonságosabbnak érezték a lépcsőt, mint a felfelé szálló, zárt kalickát. A lépcsőházi világítás váratlanul kialudt. Még ez is. Sötétben botorkáltak fel a harmadik emeletről a negyedikre. Fábián a vaksötétben óvatosan becsúsztatta az előszoba zárjába a kulcsot, elfordította, 10-ig számolt, majd lenyomta a kilincset. Az ajtó puhán kinyílt. Álltak a küszöbön. Semmi. Csend. Sötétség.
végre felkattantották a villanyt. Az előszoba üres volt. Beléptek a szobába. A fény szétömlött a bútorokon. A szobában nem volt senki. Átmentek a másik szobába, az is üresen fogadta őket. Kiléptek a konyhába, benéztek a fürdőszobába. Senki. Sehol senki. Talán mégsem nálunk égett a villany, szólalt meg gyáván Fábianné. Nálunk égett, mondta szűk torokkal Fábián. Ekkor, mint a pókok, lassan, óvatosan járkálni kezdtek a lakásban. Megtapogatták, ami a kezük ügyébe került, óvatosan elmozdítottak egy-egy bútordarabot, az asszony kinyitotta a fehér nemű szekrényt, majd a ruhásat, nem hiányzott semmi. Kihúzogatták a komód fiókjait, itt is mindent a helyén találtak. Végül a férfi az íróasztalához ült, s kirakta mind a négy fiók tartalmát. Az asszony mellette állt, visszafojtotta a lélegzetét. Minden megvan? A kérdés egy kődarab alól hangzott el. Fábiánt váratlan áramütés érte. Felesége rémülten nézte a férfi megdagadó, kivörösödő arcát. Fábián szeme kemény és törékeny lett. Ilyenek az üvegszemek. Egyetlen pontra merett. A negyedik fiók mélyén egy idegen kéz előgomb nézett vele farkas szemet. Valaki nemrégiben ugyanígy kiürítette ezt a fiókot. Kutatott a mélyén. Kirakta a leveleket, s a feljegyzéseket, a kis noteszeket, s a fényképeket, majd sorban szépen visszarakta őket. De közben véletlenül itt maradt az egyik kézelő gombja. A friss megrendülés egy régi megrendüléssel vágta fejbe Fábiánt. Néhány hónapja megbízásból ő is átkutatott egy fiókot. A főnöke fiókját a hivatalban. Este volt akkor is. Mindenre vigyázott. Úgy rendezték, hogy senki nem háborgathatta. S minden kitűnően sikerült is, csak éppen az ő kézelő gombja is benne maradt az idegen fiókban. A régi, laza ízületű kézelő gombja. Másnap a főnöke csodálkozva mutatta fel rajta, persze más ing volt már, más gombbal. A balesetet okosan, óvatosan eltitkolta megbízói előtt. Csak a felesége tudott róla. Fábián végre felállt, s mint aki egy golyót sétáltat a melkasában, lassan, némán ide-oda járkált, ki az egyik szobából be a másikba. Fábiánné mindenütt a nyomában. A gomb. Csak ennyit kellett mondania. A gomb az asszony kezében volt, s mindent értett már. És most mi lesz? Állította meg a férfit a fürdőszoba küszöbén. Várunk. Maradt még abból a barackpálinkából. Dízes pohárba töltött magának. Felhajtotta. Majd megnyugtató mozdulattal átfogta felesége csuklóját. Megszorította. Mindenkit megfigyelnek. Jól van ez így. De minket is. Az asszony szemében ikercsillagként sérelem és rémület ült.
Egy jelentés. Valaki, különben ellensége, úgy jellemezte Tóth Lórándot, a novellistát: libamáj. Gonosz bírálat volt, de mintha volna benne igazság, tűnődtek még a barátai is. Tóth Lóránd tömör, súlyos, ízletes novellákat írt. Még őriztek valamit a sóstej ízéből, melyben áztatták őket. Szarvasgomba morzsák is előtűntek egy-egy pillanatra. Megszegfűszeg, leheletnyi fokhagyma, vörös hagymalevél, csipetnyi paprika, melyen végül gondosan pirosra sütötték a májat, azaz a novellát. Annyi minden volt ezekben a Tóth novellákban, hogy az olvasó enyhe gyomorrontással emlékezett rájuk. A kép teljességéhez tartozik, maga Tóth Lóránd is dagadt volt, mintha csak egy fenyegető óriás májat nevelt volna a bordái mögött, pedig mellkasában szelíd szív dobogott. Ebbe az ártalmatlan szívbe vágódott bele egy nyilvessző, persze csak képletesen, azokban a lefolyt régi években, s Tóth Lóránd végül soha nem tisztázta a nyugtalanító felfedezést, ami akkoriban eléggé feldúlta életét. Egyik este leemelte a polcról kedves könyvét, a Fáraók történetét. Belelapozott, s még állt a polc mellett, amikor a könyvből kihult egy négy rét összehajtott papírlap. Felemelte, kisimította. Kézirat papír volt. Ilyet használt ő is. Gépelt sorok torlódtak egymás alá, gyakori átütésekkel, javításokkal, elfoglalva a papír felső harmadát. A szöveg egy mondat közepén váratlanul megszakadt. Kétszer is elolvasta, csak másodszorra értette valamelyest. Levélfogalmazvány volt, de csak töredék. A második vagy harmadik oldal. Valaki jelentett valakiről valamit. Mit is jelentett? Tóth Lóránd szeme kerekre tágult. Annak a valakinek a könyves polcán, akiről a jelentés szólt, a polc hátsó sorában tilos könyvek bújnak meg. Többek között Trocki egyik munkája, német fordításban, a Mennyliben, Csánó titkos naplója magyarul, és Nietzsche összes művei. 8 kötetben, eredetiben. Ezen kívül itt megszakadt a gépelés. Tóth Lóránd a kisimított papírlapot letette az asztalra, mellé a könyvet. Feldúlt volt. Csak módszeresen, intette magát, izgalmát csillapítva. Tehát valakit feljelentettek a félmúltban, vagy fel fogják jelenteni a közeljövőben. Trockiért, Csiánóért, Nietzscheért, esetleg még másokért is. Hogy ki a feljelentett személy? A sorokból nem derült ki. Hát a bejelentő? A gépelt mondatok ezt sem árulták el. Megfordította a papírlapot. Semmi. És kinek szánták a bejelentést? Ha itt volna a levél első oldala, a cím, a megszólítás, rögtön elárulná. De talán a könyvben rejtőzik az is, csak nem múlt ki rögtön. Gyorsan végigpörgette a Fáraók történetét, eredménytelenül. A levél eleje nem került elő. Harmadszor is elolvasta a gépelt sorokat, s tulajdonképpen ekkor ilyet meg igazán. Mintha egy forró lehelet csapott volna hátulról a nyakába. Az a néhány mondat olyan élő volt, a szavak annyira valóságosak, mintha hangosan is kimondták volna őket. Gyorsan megfordult, csak nem áll mögötte valaki. A rátörő félelmet kapkodó megnyugvás oldotta, nem. Neki nincs Trocki kötete, Csánója sem. Nietzschét is csak egy vékonyka válogatás képviseli. De megint megriadt.
Hogyan kerül ez a bejelentés, vagy feljelentés az ő könyvébe? Valaki figyelmezteti, de miért és mire? A félhomályban csak lassan tapogatózott. A fáraók történetét ő többeknek is kölcsön adta. S valaki benn felejtette azt a második vagy harmadik oldalt. Így történt. Csak így történhetett. Most nyugodtan sorra kell vennie, hol, kinél, mikor fordult meg a könyv. Akinél legutoljára volt, az írta a bejelentést. De nem is könnyű a sorrendet tisztázni. A fáraókról legalább 5 évvel elkendezett a barátainak. Akkor vette a könyvet. Talán Pirók kérte el legelőször. Vagy Kopecki? De Ábel is olvasta, persze. Ábel is. Soha sem jegyezte, kinek mit ad. Mintha madarakat etetne. Örömmel kölcsönzött könyvet. Nevették is érte. Talán mégis Kopeckinél volt utoljára. Kopecki. Tóth Lóránd töprengő karosszékébe ült, ebben a székben sütötte, párolta novelláit. Cigarettára gyújtott, és novella hősei helyett most Kopeckit rajzolta bele a füstbe. Ő próbálkozott volna a levéllel. De kit akart bemártani? Hát éppen akadt volna bemártani való barátja. Kopecki költő volt, és sok költőt irigyelt. Nekik könnyű, mondogatta. Ilyenkor arra gondolt, hogy amíg a többiek faluról jöttek, városszírről, kis műhelyekből, munkás fiúk voltak, vagy tanítók, mérnökök fiai, az ő apja a vármegye házán ült a régi világban, s nem is akárhol, a főjegyzői íróasztalnál. Ez forrt benne, s mindig keserűen mérlegelte, mikor és mennyire húzza le őt a múlt. Hát igen, Kopecki megtehette. Miért ne? Alattomos fiú volt. Jó pontokra vadászott, megtörtént már, hogy felhasználták. Bárki könnyen felhasználhatta, akitől remélt valamit. De ilyen egytollú kulcs nyitná a zárat. A cigaretta füstben Ábelt is szemügyre vette. Jó barátja volt, évek óta együtt mentek el a szerkesztőségből. Akkoriban ő valamilyen kellemetlenségbe bonyolódott, elhúzódó ügy volt. Hogy gyulladt-e s gennyesedni fog-e, még nem lehetett tudni. És Ábel azt mondta neki egy este, amikor már mind a ketten letakarították az asztalukat, kiki a magáét, váratlanul ezt mondta. A sarkon megvárlak. Nem értette. Miért várnál meg a sarkon? Hát én is végeztem. Jobb lesz, ha ott találkozunk. Mondta Ábel zavartan, s már indult is. És ő csak ekkor fejtette meg a mondatot. A sarkon találkozunk. Tehát nem kettesben távoznak a szerkesztőségből, hiszen többen is megláthatják őket, továbbadják, jelenthetik is. Ő most pettyes is. Miért ne jelentenék? És már régóta kettesben indulnak haza. Jobb, ha a sarkon találkoznak. Ábel okos fiú volt. Ábel észrevétlenül gyűjtött pontokat. Tóth Lóránd felállt. Ha a novellája már formálódott valamelyest, mindig szobasétákban forgatta tovább. Pirókról igazában nem volt ilyen emléke, semmilyen árnyékot vető emléke. Azaz mégis volt. Egyik délben virslit evett a közeli bisztróban, ez volt az ebédje. Ekkor tűnt fel Pirók. Megállt mellette, nézte őt, majd megkérdezte. Tormával? Így szeretem. És nem volt még veseköved? Miért lenne? A torma oxalátos követ termel. Szerencsés ember vagy, ha eddig megúsztad. Ő nyugtalan lett. Ezt az oxalátot olvastad valahol? A professzor mondta, aki operált. Köves vagyok.
Én is így ettem a virslit, de ráfizettem. Te szerencsés ember vagy. És Pirók nem titkolta, hogy irigyen nézi őt. Irigyen? Talán ellenségesen is. Felriadt, de hiszen nem őt jelentették fel. Más valakiről jelentették, hogy Trocki kötete van. Tóth Lóránt körülnézett a szobájában, tekintetével végig tapogatta a könyvespolcait. Neki csak bibliája volt. Két bibliája is. A Károli fordítás, s egy újabb, a katolikus biblia. Elhessentette maga elől a két bibliát. Talán más valakinél is volt ez az Átok fáraók könyv. Vagy csak ennél a háromnál? Hiába gyötörte az agyát. Csak nekik adtak kölcsön a fáraók történetét. Akkor hát melyik lehetett? Még egyszer megnézte a csonka levél fogalmazványt. Olyan volt, mint egy lábnyom. A talp helye szépen kirajzolódott, de a nyomból hiányzott az ember. Elmúlt néhány hónap. Egy este valamilyen fogadásra kellett mennie, valamilyen nagyobb ünnep előestéjén. Ezen a fogadáson váratlanul találkozott velük, mind a hárommal. Kopecki éppen valamilyen színtelen folyadékot nyeldekelt egy vastag pohárból. Hiába, a legjobb magyar ital a cseresznye! Csettintett elégedetten, jókedvűen, az ellenséges világgal is megbékélten. Egy másik gyűrűben Ábel egy trágárvicc csattanóját ismételgette. Ő mondta-e a körülötte állóknak, vagy éppen most hallotta amazoktól, hamarjában nem lehetett megállapítani. Pirók derülten indult feléje. Győztünk! 29-27-re! Éppen most hallottam, milyen kap ronzérem! A teremben szesszag és verejték szaga ölelkezett. A magasban kegyetlen fénnyel égtek a csillárok. Hát melyik írhatta? Nézte őket, mint egy felvághatatlan titkot, kibogozhatatlan csomót. Miért rohanta meg ebben a pillanatban a szorongás? Egyedül van. Kiszolgáltatott. Nincs. Segítség. Egy hazugság története. A legfontosabbal kell kezdenem. Anyám olyan mulatságos és kedves fiatalasszony volt, hogy a csillámló felület igazában elfedte őt előlem. Nem volt hozzá elég időm, hogy megismerjem. És amikor feleszméltem, már elkéstem.
bezáródott. Többé ő sem tudta felnyitni magát. A megejtő formát öltött, konok kételkedés volt. Hitetlenül tekintett minden teljesítményre. Előbb mögéje akart kerülni, nincs-e valamilyen titka. Gyerekkoromban tőle hallottam a kínai ördöggolyó meséjét. A golyóban, ha belenyúlunk, egy másik golyót forgathatunk el, s ebben a másikban belül egy harmadik van, a harmadikban a negyedik, ötödik, tizedik. És legbelül? Kérdeztem. Ott semmi sincs, mondta nevetve. Nem volt éppen gyereknek való mese. Sokáig tűnődtem a semmin. Évtizedek múlva sejtettem meg, ez a semmi anyám filozófiája volt. Jókedv és nevetés mögé rejtett keserűség. Idejében meg kellett volna fejtenem. Milyen határozottan tudott vigasztalni. Meghalt a nagyapám, és nem sokkal utána a nagyanyám, az ő szülei. 6 éves voltam akkor. Szerettem őket, jó volt hozzájuk bújni. Meghaltak, és én először találkoztam a halállal. Ijesztő felismerés volt. Akiket szeretünk, el fognak menni. S később, utóbb, magam is erre az útra kényszerülök. Te nem fogsz meghalni, mondta ekkor anyám. És ezt olyan elszántan, keményen tudta mondani, hogy elhittem. Sokáig hittem. A technika apró csodái közül a fényképezés ejtett meg először. Éppen anyám bátyja volt a kerítő. Nem csak fényképezett, saját laboratóriuma is volt. Piros lámpafényben hívta elő lemezeit, másoló kereteit kitette a napra. Hogy megkötözhetjük a pillanatot, s bármikor visszahívhatjuk, ami elmúlt, varázslat volt. Azon túl fényképezőgépekkel álmodtam. Apám megkönnyörült rajtam, vett egy kis tanulógépet, s még a sötét kamra filléres kellékeivel is megajándékozott. 10 éves lehettem, s a legkeserűbb évem lett ez az év. Volt gépem, és sohasem fényképezhettem vele. Az áhítatos, utolsó pillanatban mindig kiderült, meglazult a lencse, eltűnt a nyomógomb, hiányzik az előhívó, fény érte a filmet. Anyám volt a bűnös. Egyszer rajta kaptam, s lelepleztem mesterkedéseit. Pedig éppen őt szerettem volna lefényképezni, legelőször őt. Azt a nevetését, kedvességét, amivel mindig leszerelt. Ez volt az első összeütközésünk. De miért nem akarod? Kérdeztem elkeseredve. Mert nem szeretem a rossz fényképeket. De én jót csinálok rólad. Te? Kérdezte olyan szívet elmét megfájdító hitetlenkedéssel, hogy azt éreztem, lángírt a testemhez. Félretoltam a csodát. Nem kellett többé sem a gép, sem a sötét kamra bűvészkonyhája. Apám többször is firtatta Nilelt. Mi anyámmal soha többé nem beszéltünk róla. Kegyetlen lett volna. Tündöklő szeretet volt. Már akkor esti ember lettem. Gyerekként sokszor éjfélig is olvastam. Apám elnézte, s anyám reggel nem keltett fel. Olyan mélyen aludtál, csak nem zavarlak ki az ágyból, mentegette magát. Egy gimnazista elkésett egyszer, kétszer, néhányszor az iskolából. Én sorozatban késtem. Néha csak a második, harmadik órára értem be. Olyankor a tanár már a katedrán ült. A barátaim feleltek, nevem régen a hiányzók közé került. Így lettem magántanuló, akinek évente csak egyszer kell kiállni a katedra elé, a magánvizsgáján. Nagy feszültség volt, helyből magasugrás, s nem vertem le a lécet. Jeles bizonyítványt vittem haza. Apám szótlansága feloldódott, egy csókban oldotta fel. Szerencséd volt, mondta anyám. Nem akart bántani, cinkos mosolyjal szeretettel nézett. 8-szor tértem haza jeles bizonyítványokkal. Utóbb vidékről Pestre kerültünk, itt is jelesen érettségiztem. De anyám mondata csak egyetlen szóval bővült. Megint szerencséd volt. És akkor kezdtem hadakozni anyámmal. Erre már felelnem kellett.
Teáztunk egyszer, mintha csak a rőt, kívánatos tealevél forrázatból párázott volna fel a vallomás. Elmondtam neki görög érettségim történetét. 40 lefordítandó homéroszi sort kaptam, kutyanehéz, ismeretlen sorokat. Szótárt nem volt szabad használni, a fordításra 2 órát adtak. 2-3 sort le is írtam hézagokkal. Ekkor felálltam, s a katedrán üldögélő ügyeletes tanárt arra kértem, engedjen ki néhány percre a mellékhelyiségbe. De nem oda mentem. Lesétáltam a lépcsőn, ki az utcára, tudtam, a sarkon antikvárium van. Nyugodtan betértem, vettem egy magyar homéroszt, a legközelebbi kapuajban lapozgattam benne. Szerencsésen megtaláltam, ami kellett, kitéptem a megfelelő lapokat, kettéhajtottam, és a zsebembe csúsztattam őket. A könyvet eldobtam, majd visszatértem a gimnáziumba, az osztályba. Gyerekjáték volt már kissé átírni, kissé elrontani a jó fordítást. A tanár olvasott, fel sem nézett. Egy óra alatt végeztem a feladattal. A történetet akkor mondtam el, amikor apám nem volt velünk. Aggódva kértem anyámat. Ne árulj el, neki fájna. Mosolygott, s most ő csókolt meg. Bátor gyerek vagy. A görög érettségim története az első szótól az utolsóig szemtelen hazugság volt. Verejtékezve, nehezen, de végül is sikerrel lefordítottam 30-35 sort, de ennyi is elég volt a jeles minősítéshez. Nem mozdultam a padból. A sarkon nincs antikvárium. A történetet hetekkel előbb kieszeltem. Felelni fogok anyának. Ha megint azt mondja majd, szerencsém volt, ráüthetek a szavára, mint egy teniszlabdára. Nem csak szerencsém volt, csaltam is. A labdám vonalon belül esett le. Tiszta, pontos ütés volt. Anyám még sokáig élt. Haláláig nem mondtam el neki a görög érettségim igazi történetét. Elmondhattam volna később. Nagyon sok hasonló történet választott el és kötött össze kettőnket. A szerelem és a sérülés testvéri közösségben élt bennem. Minden panaszom csak kisiklott volna. Nagyon szeretett. Amikor súlyosan megbetegedtem, és egy tátrai szanatórium erkélyére kerültem, a fénybe és a fekvőágyra, a féltő, kedves, óvó, könnyed levelei tartottak életben. Naponta írt. Mindig azt tudta mondani, ami kellett, amitől talpra álltam. Ország határt kellett átlépnie, hogy meglátogathasson. Többször is megtette. Úgy tudott belépni a betegség magányába, a beteghez, mintha egy vízesés ezüst porzását hozta volna magával, vagy egy virágba borult tavaszi fát. Fényudvara volt. Elhalványított minden más nőt. És ártatlan volt. Megjelentek az első novelláim, Mikes Lajos közölte őket, Krúdi Gyula szavával. A rejtélyes doktor. A felfedezettjei közé tartoztam. Még medikusként írtam medikus élményeimet, a betegeket, akikkel a klinikán találkoztam. Korányi Sándor klinikájára is bekerültem, szinte névtelenül. Apám büszkén olvasta írásaimat. Milyen igazságtalanság! Az ő szavai kihúltak belőlem. De anyám egyik mondatára ma is emlékszem. Talán a 10. novella után megkérdezte. Áruld el, Korányi telefonál az érdekedben? Ekkor már olyan edzett voltam, hogy fájdalom nélkül mosolyogtam. Elképzeltem a morcos vatkant, a forrón szeretett, tisztelt, köpcös, hallgatag, megközelíthetetlen Korányit. Előadás után és a nagyvizit előtt betér szobájába, gondosan behúzza az ajtót, nehogy valaki hallgassa a szavait, tárcsáz és Mikes Lajost kéri a telefonhoz, az Est szerkesztői közül. Tegnap este kéziratban olvastam Illés Endre új novelláját. Orvos vagyok, s nem irodalomkritikus, de ezt az írást figyelmébe ajánlom, szerkesztő úr. Olyan szép jelenet volt, hogy már a szürke alapon szürke színekkel festett elképzelés is gyönyörködtetett. Anyád csak ugrat, mondta apám. A tövist akarta kihúzni belőlem. Nem volt az tövis, s anyám nem is ugratott. Mélyebb titok volt az.
befejezhetetlen az arcképázlat. Amikor megöregedett, s magára maradt, nem akart hozzánk költözni. Szobát bérelt, s magányban élt. Talán soha nem volt beteg, kórházat belülről nem ismert. Amikor feleségemmel meglátogattuk, mindig voltak kedves, tündérfényű, felejthetetlen szavai. Egyszer narancsot hámoztam neki. A feleségemhez fordult. Nézd, már bicskája is van. Néhány héttel halála előtt mondta. Szigorlat. Mindössze ketten szigorlatoztunk aznap. A sötétebb ruhánkról ismertük meg egymást, kényszeredetten és félszegen köszöntünk. Társam ismeretlen, kisé nyomott homlokú fiú volt. Egyszer-kétszer talán mégis láthattam az előadásokon. Bemutatkoztunk egymásnak, azután úgy álltunk ott a folyosón, mint akiket ítéletre vezettek elő. Az ablak menti padokon fiatal medikusok ültek, könyvekkel, jegyzetekkel és boldog, távoli vizsgaidőkkel. Ellenségek, akik hideg fejjel és kemény szívvel a mi botlásainkra lesnek. Most akarnak megokosodni és meghízni a mi bukásunkon. Terpeszkedve foglaltak el minden padot, az eshetőségeket mérlegelték. Néha megnéztek, mint ahogy a kanibálok vizsgálhatják a forró vizes kondér mellett álló foglyokat. Még helyet sem szorítottak. Ákos, a dagadt altiszta kis terem ajtajában állt, sértődötten és tüskésen. Ellenségünk ő is. Hogyne, hiszen nem vettük igénybe szigorlat előtti 20 pengős mentőkurzusát. Majd jött Vida, az osztályorvos, az a lenhajú majom a második emeletről, bizalmaskodva és jó akaratúan közölte az öregnek ma komiszakedve, ideges, kétszer is rászólt kedves tanársegédjére, Kovács Gyurkára. 9:30, mintha roppant kaptár zsongott volna fel. Ajtócsapkodás, majd kemény lábdobogás. Most ért véget az előadás. 100 fiú zúgott le az emeletről, még ide, a kis oldal folyosóra is beszülem lett a lármájuk. Újabb negyed óra. Végül lebbent a kétszárnyú üvegajtó, feltűnt a vakító fehér szvit, és a hatalmas félkaréi közepén ő, Karlovics. Emlékszel a kis bemutató teremre a földszinten? Milyen szorongatón ismerős kulisszák, a fali üvegszekrényekben gipszből rosszul forradt csontok és izületek. Péntek esténként hányszor hallgattuk itt a kis neményi ortopéd másfél óráját. Hát ebben a mellékteremben tartották aznap a szigorlatot. Elől mi ketten ültünk. Mögöttünk az üres padok gránit tölcsére sivársága. A nézők csak hátul szoronghattak. A professzorral sem maradtak sokan. Kédli, a merevarcú tanársegéd, meg Kovács Gyurka, és természetesen Vida is, aki szeretett ott lenni a látványosságokon. Az alacsony homlokú fiú hamar végzett. A második percben tudtuk, menthetetlen eset, de legalább nem killódott sokáig. Most én következtem. Ismered, ugye, Karlovicsot?
A teremben primadonna úgy tartja ujjai közt a krétát, mint műtét előtt a kést. Táblája villámgyorsan telik meg tabellákkal és rajzokkal. A legsúlyosabb műtétet is úgy demonstrálja, mint egy bűvész. Remek előadó és remek sebész. De így, szigorlaton, fa arccal teszi fel a kérdést. Jobb kezét kinyújtja, mintha egy súlyos díszkardot tenne maga elé, és jéghideg, merev tekintettel vár. 2 hónap fáradtsága volt már bennem, s még külön ez a délelőtt is. Idegeim kegyetlenül megfeszültek, izmaim megduzzadtak, egyetlen görcsbe rándult gubanc voltam. Idegesség és szorongás. Ó, az idegesség együgyű és mennyei állapot. Az ideges ember felvág, mint a félkótya nyúl a puskacső előtt, kapkodva fut ide-oda, makog valamit, néhány ostoba bukfencet vet a levegőben, és már vége is. Bár megzavarodott és ideges lettem volna, bár követhettem volna a nyomott, homlokú, szomorú fiút. Milyen tiszta ügy lett volna, milyen egyszerűsebb. Semmi fertőzés, semmilyen bonyodalom. De én védekező és támadásra feszült voltam. Szívemet nem a gyávaság, de a fogcsikorgató dűszorította össze. Figyelj hát! Bíztattam magam, s úgy néztem Karlovicsra, mint aki egyetlen ugrással veti magát az ellenségre. Mert Karlovics ott a kis katedrán az volt. Ellenség. Ellenség, akivel itt meg kell birkózni. Az egyik felül marad, a másikat 2 várra nyomják. De csak így szabadulhatok. Nem tudom, érted-e ezt a pillanatot? Amikor kettesben maradsz valakivel egy kihalt bolygón, senki élő nincs veled, senki más ellened, csak ő. Te szembenézel vele. Érzed? Most! És Karlovics feladta az első kérdést. Pillanatnyi csend. Azután szinte kiáltottam a feleletet. Tudtam-e? Elég becsületesen ismertem az anyagot, de ezt igazán tudtam. Véletlen volt. Nagyon jól tudtam. Ahogy rákezdtem, az újongás volt. A szavam káröröm volt, és ittasság. És ezt észre kellett vennie Karlovicsnak is. Rám nézett. Éreztem, szó sincs itt arról, elfogad-e ellenfélnek vagy sem. El sem ért hozzá az én forróságom. A hangom bosszantotta csak, ennyi volt. Láttam rajta most elhajít, mint műtét közben egy fölösleges műszert. És már félbe is szakított, új kérdést adott. Megrémültem. Most dadogjak, vagy elhallgassak? Egyszerre itt volt a bukás. Erre a második kérdésre már nem tudtam felelni. Nehéz kérdés volt, Isten tudja. Inkább ritkoság. De csak elkezdtem valahogy, az előbbi hangomból sem billentem még ki. És mondtam valamit. Azután megint. Azokat a sebészi általánosságokat hadartam, kisi a belgyógyászatba is átkacsintva, amikkel mindent be lehet vezetni. És ekkor Karlovics hibát ejtett. Nem érezte meg, hogy szavai mögött már a semmi van, az űr, a hallgatás, és félbeszakított. Megint más kérdést kaptam. Szerencsém volt, ennyi az egész. Ment. Ezt már végigvárta, minden részletre rákényszerített, de hiba nélkül ment. Most kezdett bosszankodni. Egyszerre komisz lett. Az új kérdés szinte durván goromba és nehéz. A kis neményinek köszönhettem megmenekülésemet. Neményinek és kitűnő vizuális, akusztikus memóriámnak. Itt ugyanebben a teremben magyarázta el a kisöreg Neményi valamikor ezt a bonyolult törést. Senki nem hallgatott oda, magam sem, és most egyszerre tisztán hallottam a hangját. De azért alaposan belebukhattam volna ebbe a törésbe. Se az anatómiáját, se a részleteit nem tudtam. Karlovics azonban megint türelmetlen volt. Nem mondhattam végig, nem is kérdezett tovább. Intett Kérlinek. Az aznap felvett betegek kórtörténeteit kérte. Talán nem is akart megbuktatni, csak megfricskázni, megleckésztetni. Sokáig válogatott a beteglapok között.
Egyet-egyet lassan, figyelmesen végigolvasott, majd bosszúsan félrelökte. Látszott, valami szilánkosabb, gyulladtabb esetet keres. A kedves jó Kovács Gyurka, akit ma reggel megszidott, velem együtt főtt és pirosodott, mint a rák. Vida szemtelenül vigyorgott. Karlovics végül odaadta az egyik lapot Kédlinek. Hozzák be! Soha Wurm Gyulát, 58 éves tanítót, apja anyja meghalt, aszténiás testalkat fájdalmai fél év előtt kezdődtek a jobb kezében és könyökében. Soha Wurm Gyulát elfelejteni nem fogom. Karlovics ügyet sem vetett a mély bókolásra, rédegen vetette oda a hosszú köszönésre. Tessék, mint egy elítéltet átadta nekem Wurm Gyulát. Macska szürke, hosszú bajusza volt, alázatos, vérszegény ember. Az arca hamus, csontjai kiütköztek. Két percig kérdezgethettem. Levette kabátját, ingét, a fájdalmas ízületek erősen duzzadtak. Hát halljuk, mondta ekkor Karlovics. És Wurm Gyula fölött megindult új csatánk. Karlovics rosszul kérdezett. A kérdésből értettem meg, hogy a szembeötlő baj mögött meglepetés vár. Óvatosan tapogatóztam a homályban, szavaimra egyre ingerültebb válaszokat és kérdéseket kaptam. De ekkor már közeledtem valami felé. Hát mondja ki végre! Csattant fel egyszerre Karlovics. Megmondtam. Olyan csend támadt, hogy tisztán hallottuk az Üllői úton a villamosok csengetését. A csendben már éreztem, hogy rátaláltam. Kovács Gyurka megkönnyebbülten bólintott. Jól van. És az eljárás? Szólított rajtam utolsót Karlovics. Zúgott a fejem. Éreztem, hogy ez a végső próba. Izgatottan és pirosan néztünk egymásra. Mint a fellobbanó láng, egészen Karlovicsnak csapva kiáltottam. A jobb kar csonkolása! Lehet, hogy többet mondtam. Nem tudom. Nem emlékszem semmire. Csak Karlovicsot láttam magam előtt. Az ő szemét éreztem magamon. Kérdéseivel birkóztam. Megint csak ketten voltunk. Már nem is egy kihalt bolygón, de valahol lent, tengerfenéki mélységben. Írtózatos nyomás nehezedett a halántékomra. Lehet, hogy csak egy mozdulat kellett volna. Ráugrom, és folytogatni kezdem. De a merev Kédli ugrott hirtelen oda, meg Kovács Gyurka, ijetten elsápadva. Az öreg tanítót fogták mind a ketten. Az én kezemet? Az én jobb kezemet? Hebegte a szürke macska bajusz alatt az elfehéredett ajak. Levágják az én... Még mindig nem merültem fel a tengerfenéki mélységből, de azt hiszem Karlovics sem. Nem értettük ezt a dadogó, támolygó kérdést. Hát persze, hogy az ő kezét. Elég nehéz volt megfejteni, hogy ez a megoldás. Karlovics majdnem megfogott ezzel a kérdéssel. Nem is tudta, milyen közel szorított a bukáshoz és a szakadékhoz. A szakadékhoz, amelynek csak akkor éreztem a mélységét, amikor az öreg feljajduló hangját hallottam megint. A jobb kezemet! Karlovics egyszerre határozott lett. Ne féljen, semmi rossz nem történik magával, tanító úr. Intett Kédlinek, hogy vezesse ki az öreget. Megvárta, amíg becsapódott az ajtó, és amikor már kint is elhaltak a lépések, felállt, hozzám jött, a szemembe nézett. Szégyeljen magát! Ezt durván és gyűlölettel mondta. Hát szabad volt ezt kimondani? Azzal a csillapíthatatlan gyűlölettel vágott végig, hogy ebben a végzetes bukásban ő is benne van. Nem, nem tévedtem. Wurm Gyula tanító úr jobb keze valóban menthetetlen volt. De én mégis rettenetesen megbuktam embertelenül, jóvá tehetetlen bűnnel.
ezzel a csontnál is mélyebbre hatoló vágással, az áthatolhatatlan vaksággal, amelyben csak Karlovicsot láttam. A vad, engesztelhetetlen indulattal, amelyel ő rá akartam sújtani. Ha elmondhatnám most, mennyire reszketett a térdem, amikor kitámolyogtam a teremből, ki a folyosóra a híg, könnyű fénybe. Hogy vártam a büntetést, hogy reméltem valamiféle vezeklésben. Délben kihallgatást kértem Karlovicstól, beszélni szerettem volna vele, hallani valami megnyugtató szót, egy kézmozdulatot legalább, de nem fogadott. A műtéttani próba már előbb megvolt. És két nap múlva megkaptam a leckekönyvemet is. Ott volt a bejegyzés, jelesen szigorlatozott. Jelesen. Karlovics még itt sem kegyelmezett. Nincs tovább. Felnőttek vagyunk. Nekünk már nem adatott meg a kegyelem, mint az ártatlanoknak. Mindenért vállalni kell a felelősséget. Semmi alól nincs feloldozás. Illés Endre, a 212-es. Professzor hétköznap mindig a klinikáján ebédelt, a dolgozó szobájában, egy kerek, alacsony üvegasztalkánál. Aznap kedves ételét tették eléje, négy tojásból rántottát, belevágott zöld paprikával, s ezt még meghintette finoman őrölt piros paprikával is. Utána narancssalátát kért. Közben egy pohár száraz nemes bort ivott. Szép szobája volt. Egyik fele hatalmas ablak. Télen a havas kertet látta innen, tavasszal a suhogó szélben meghajló fákat. Egy másik falon óriás perzsa szőnyeg lúgott, íróasztala mögött könyves polc. Néha itt maradt éjszakára is, a pamlagon aludt. A tányérokat kivitték, és már éppen belelapozott egy angol folyóiratba, amikor belépett a titkárnője. Egy férfi szeretne beszélni a professzor úrral. A tanára a kar órájára pillantott, fél három volt. Mindig későn jutott az ebédjéhez. Megmondta, hogy nem rendelek a klinikán? Mondtam, sem a klinikán, sem a lakásán. A professzor összehajtotta a folyóiratot. Valaki itt fekszik nálunk? Megkérdeztem tőle, azt felelte nem. A neve? Nem akarja megmondani. Hát mit akar? Beszélni a professzor úrral. S mintha ennek jelentősége volna, hozzátette. A felesége is vele van. Járt már nálam, emlékszik rá? Azt hiszem, még sohasem láttuk. Kérdezze meg még egyszer a nevét. A titkárnő visszatért. Csak a professzor úrral közölheti. A tanár átült az íróasztalhoz. Mit tehetünk? Küldje be! Az idegen férfi belépett. Sötétkék ruhát viselt, magas nyakú, sárga garbú ingel. A haja piszkos szürkén őszült, ugyanilyen piszkosan ősz volt a hegyes, keskeny szakálla is.
s vértelen ajka fölött a vékony bajusz. A felesége fáradtan, törődötten, sötét szürkében állt mögötte. A professzor szemügyre vette a férfit, a horpat melkasát, sovány testén lötyögő ruhát, már is hallotta, milyen nehezen lélegzik. Azt mondták, beszélni kíván velem. Azok ketten előbbre jöttek, egészen az íróasztalig. Ekkor a férfi megmondta a nevét. Nagyon halkan mondta. A professzor megismételtette. Már eddig is figyelte őt, de csak most nézte meg igazán. Előtte állt a rettegett ember. Az a rettegett férfi, aki néhány év előtt még úgy tartotta tenyerén mások életét, mint a lemetszett békacombot, mely a villamos áram ütésére még rángatni tud. A férfi, aki megismerhette a marokba szorított madár szívdobogását is. Ön az a... A professzor megakadt. Az idegen mereven nézte. Igen, az vagyok. A professzor egy golyóstollért nyúlt az asztalon, megforgatta. És mit kíván tőlem? Beteg vagyok. Vizsgáljon meg. Úgy tudom, a titkárnőm már közölte, nem fogadok betegeket. A férfi szeme még merevebb lett. Már-már olyan volt, mint az üveggolyók. Kérlelésre szerette volna lágyítani hangját, de az fakó és száraz maradt. Recsent, mint a száraznád. Ez a hang nem tudott magába fogadni semmilyen idegen anyagot, lágyabb felhangot. Igen, mondta, de én csak a professzor úrban bízom. Csak önben bízhatom. A tanár közelebb vonta magához a golyóstollat. Miért éppen bennem? A kékruhás férfi mély lélegzetet vett. Mert tisztáztam. Hetekig gondolkodtam rajta, amíg tisztáztam. Szinte nyers lett. Én maga ellen nem folytattam soha semmilyen vizsgálatot. Maga ellen sem, egyetlen családtagja ellen sem. Semmiet. Soha. Pedig egyszer megtehettem volna. Megakadt. Mintha nem tudta volna visszabocsátani magából azt a néhány köbcentiméternyi levegőt, amit az előző pillanatban még mélyre szívott. Elmúlt a második, harmadik, negyedik pillanat is. És a férfi elmerevedve, görcsösen hallgatott. Ebben az összeszorult csendben a professzor megkérdezte. Mit tehetett volna ellenem? A görcs végre oldódott. Jelentették nekem, hogy amikor egyik professzor társa újságnyilatkozatban kijelentette, télen a kevésbé fűtött, sőt, a hideg kórtermekben a betegek jobban gyógyulnak, mint a fűtött termekben, maga kiadta a parancsot. Fűtsenek! Fűtsenek ugyanúgy, mint addig. Fűtsenek erősen. Ezt tulajdonképpen vizsgálat tárgyává kellett volna tennem. Mi lappang a szavai mögött? De lemondtam róla. A professzor közben kitapintotta a golyóstollat, és egy fehér papírlapra leírta a nevét. Egyszer, kétszer, ötször. Így írtam volna alá a vallomásaimat is akkor, gondolta. Felnézett. És megtudhatnám, miért mondott le rólam? A kékruhás férfi tovább oldódott. Mert elfogult vagyok.
Én a hideget jobban szeretem, mint a fűtött szobákat. És aki elfogult, az őrizze meg a tárgyilagosságát. Majd rögtön a kettétört nád recsenő szálkás hangján folytatta. Beteg vagyok, professzor úr. Ugyanolyan beteg, mint a többiek. Itt a klinikáján. Fogadjon be. Segítenie kell rajtam. A professzor felállt. Ha csak ugyan beteg, és amennyire így rátekintésre megítélem, ön valóban beteg, befogadom a klinikámra. De külön szobát kapok? Természetesen. És ön fog megvizsgálni. Ugye csak ön? Maga helyett már ismét önt mond, állapította meg a professzor. Természetesen én is. De én csak önben bízom. Ha a klinikámon akar maradni, itt mindenkiben bíznia kell. Különben hol dolgozik most? Pillanatnyi csend támadt. Dolgozik valahol? A jelmezkölcsönző vállalat igazgató helyettese vagyok. Szóval biztosított. A professzor hatodszor is leírta nevét a fehér papírlapra. Majd döntött. Ivádi Katalin osztályára fog kerülni. A bevezető vizsgálatokat ő végzi, a tanársegédem. És egy ágyas szobát kapok? Már megígértem. Külön szobát. És a feleségem? A felesége nem maradhat itt. Felemelte a telefonkagylót, a titkárnőjét szólította. Vezesse fel a beteget Ivádi osztályára. Rögtön felszólok neki. Amikor a férfi, a felesége és a titkárnője kiment a szobából, a professzor elmosolyodott. De ezt a mosolyt csak azok élhették volna tetten, akik nagyon jól ismerik őt. Akár így mondhattam volna, gondolta, vezessék el. Késő délután Ivádi Katalin jelentette, asztma kardiále már eléggé előre haladott. Egyelőre kedilanidot és diafilint rendeltem, éjszakára noxilont. Helyes, mondta a professzor. Ivádi folytatta. Különben az EKG akár prednizolont is indokolna. Még várjunk vele, magam is megnézem. Fél a hajnali ébredéstől. Azt mondja, akkor a legrosszabb, erősen fullad. Ha fullad, adjanak neki soron kívül diafilint. És azt kéri, ne írjuk ki a fejtáblára a nevét. A professzor ismét elmosolyodott. Üssék fel a telefonkönyvet, és írják ki a legelső nevet. Ivádi Katalinnak még mindig maradt közölnivalója. Nehéz beteg, nem akar levetkőzni, csak ül a széken. Panaszkodik, hogy ablaka az udvarra néz. A professzor értette a betegét. Állítsanak be a szobájába egy karosszéket, fejpárnával, és ültessék ebbe, háttal az ablaknak. Akkor majd nem látja az udvart. Mielőtt hazament volna, az ügyeletes nővér kereste a professzort. A 212-esnek beküldtek vacsorát. Aki hozta, azt mondja, otthonról küldték neki. Beadhatom? A professzor leemelte a két részes ételhordó fedelét, kisütött sertésszelet bújt meg alatta, rizskörítéssel és párolt almával. Az alsó tálkán rózsaszín piskóta tekercs. Ugyanezt kapta nálunk is. Bevittük a szobájába, de nem nyúlt hozzá.
méltatlankodott a nővér. Jobban bízik az otthoniakban, nyugtatta a nővért a professzor. Egyelőre vigyék be neki ezt a hazait, majd hozzánk édesedik lassan. Másnap délelőtt, még a nagyvizit előtt a tanár ingerülten lépett a 212-eshez. Mögötte Ivádi Katalin és a főnővér. A beteg az ablaknál állt, jöttükre megfordult. Ezt ne tegye többé, mondta éles, emelt hangon a tanár. Mit, professzor úr? Hogy 10 forintot ad a szomszéd korteremben fekvő fiúnak, ha beveszi a magának kikészített tablettákot. Soha nem hallott arról, hogy van felnőtt adag és van gyerek adag? És az utóbbi jóval kisebb ható erejű, mint az előbbi? Maga lelkiismeretlen ember. Megmérgezhette volna azt a gyereket. A 212-es egy ideig csak nézte a professzort, mint aki nem kíván felelni. Hosszú másodpercek múltán mégis megszólalt, nagyon csendesen. A gyerek elárult. Nem árulta el. Rajta kapták magukat. A 212-es hangjába most több élet költözött. Furcsa szokás ez, professzor úr, hogy a reggelihez oda készítenek egy tálkában 3 tablettát, nyeljem le, s azt sem tudom, mit nyelek. Ez nem furcsa szokás, ez klinikánk rendje. A professzor egyre ingerültebb lett. Maga most a mi klinikánkon van, és nem másutt. Különben mit gondolt, meg akarjuk mérgezni? Itt gyógyítani szoktunk. A 212-es alázatosan, alattomosan védekezett. Bocsánatot kérek, nem akartam semmi rosszat. Mindenkitől bocsánatot kérek. De a professzor úr is a gyógyulás feltételének tartja a beteg nyugalmát? Természetesen. Akkor arra kérem, írja fel, amit rendelni kíván. A feleségem majd kiváltja a gyógyszert, és a doktornő vagy a nővér esetenként kiválasztja az orvosságaimból azt, amit éppen be kell vennem. Így. Nyugodt. Tab vagyok. Mielőtt a professzor felelhetett volna, Ivádi Katalin arcába vérhullám torult, felindultan kérdezte. Szóval mégis attól fél, hogy megmérgezzük? Félek. Tőlem fél? Az orvosától? A 212-es nem nézett rájuk. A linoleummal borított padlót vizsgálta. Ellenségeim vannak. Védekezem. Csak a professzor szavaira emelte fel a fejét. Ha így folytatja, kiutasítom a klinikáról. Sarkon fordult és kiment. Ivádi Katalin és a nővér követte. A folyosón Ivádi Katalin még hozzátette. Ma reggel kiírtam rutinvizsgálatokra, röntgenre és a laborba, de egyikre sem ment el. Még nincs egyetlen lelete sem. A professzor a lépcső korlátját fogta, gondolkodott. Hagyjuk 2 napig magára. Döntse el ő maga, mit akar, mondta végül. Harmadnap, kora délután,
A 212-es feleségét jelentette be a professzor titkárnője. Elmegyünk, tanár úr. Ha úgy határoztak, semmi akadálya. Ne tessék haragudni. Nem haragszom. Tessék elhinni, nem akart ő senkit megbántani. Nem olyan a természete. Ha mondja, el kell hinnem. És amikor az asszony távozóban már a küszöbhöz ért, mégis megkérdezte. Tulajdonképpen miért mennek el? Azt ugye tudja, hogy a férje beteg. Hamarosan súlyosbodni fog a baja. Akkor majd mit tesznek? Az asszony hálásan, elkínzottan fordult meg az emberi szóra. Nem tudom, professzor úr. Nem tudom. Itt volt a baj, hogy udvari szobát kapott. Akkor kezdett félni. Rögtön az első fél órában. Az udvartól. Ha talán egy utcai szobába tetszik őt helyezni, akkor talán. Nem tudta befejezni. Kiment. Illés Endre, a párbaj. A röntgen szoba ajtajában Csajági félrelökte a szembejövő, gyanútlan ápolónőt. Felsziszent és káromkodott, majd gyorsan hátrafordult, s bocsánatot kért. Négy hosszú lépéssel elérte a felvonót, s a harmadik emeleten egyenesen egyik fiatal orvostársa szobájába sietett. Sínadrágban ingújra vetkőzve lökte be az ajtót. Az istenit! Haránt repedés az ulnán! Öregem, neked kell helyettesítened! Csak a bal karját mozgatta. A kis klinikai szoba egyszerre megtelt verejtékének szagával, az izgalmával, a hangjával. A fiatal orvos, aki éjszakás volt, kelletlenül feltápászkodott a heverőről. Mi történt? Mi? Sohasem fogom megtanulni azt a Dök Krisztiániát. Be kell ugranod helyettem. A fiú így került bele Csajági párbajába. Nem Csajági párbajozott, Csajági párbaj sebész volt. Síelő, dörgölődző, már nem is fiatal sebész, aki a divatos sörözőben szeretett enni. A cigaretta tárca tiszteletdíjaknak örült legjobban. A klinikán két dolgot tudtak róla. Hogy gyönyörű, sárga borjú bőr műszertáskájáért rettenetes összeget fizetett, ezzel a táskával rohant boldogan a vívótermekbe. S azt tudták, hogy sörözőbeli barátai Pitikének nevezik. Ő volt az a fölösleges ember, aki az első pillanatban riadtan belevetette magát mások veszekedéseibe, kérlelve, csitítva, mint a két lábra emelkedő kiskutya, könyörögve, és akit a verekedők első mozdulatukkal félrelöktek. Csajági most a Svábhegyről jött. Ott repett meg a sínk csontja. Csajági azért síelt is, mert sznob volt. Két falécen csúszni, ettől megmámorosodik, aki bizonytalanul áll a lábán. Az olcsó kúra a szégyellős, gyáva arcbőrök vérszegénységét gyógyítja leghatásosabban.
A bőr piros lesz, a bőr részeg lesz, merész lesz. És Csajáginak erre a gyorsan illanó részegségre volt szüksége, hogy elegendő önérzettel megállhasson a világban. Az ilyen síjelő mindenre büszke. Arra, hogy síjel, s arra, hogy a csontját töri. Ébredj, öregem! Mondom, neked kell helyettesítened. Már mindent elintéztem. Csajági sziszegett és harsogott. De alapjában sírni szeretett volna, s mint a kisgyerek fejét dühötten beleverni a falba. Milyen ökör! Ma délben fakadt fel az a nagy, gyulladt ügy, s ő már múlt héten kitisztította magának ezt a klinikai délelőttöt, egészen szabad volt. Kellett hát reggel elrohannia a Svábhegyre? Persze, a lendület. Amikor a többiek a laktanyában sárga pofával gyülekeznek, jó lett volna elmondani, ő most csatolta le a síléceket, elfoglalt ember. Ilyen sietve kell beosztani a világi örömeit. De ez a halmozás most bebizonyosodott, mégis ostobaság volt. Éppen ezzel a lendülettel van baj. A Krisztiániát is ezért nem tudja megtanulni. Már telefonáltam, várnak. És szinte robbanásszerűen kitört. Az ég áldja meg, siess, siess, öregem! A taxi olyan sebesen ragadta el a fiatal orvost, mintha Csajági bújt volna a motorjába. A fiú elnyúlt az ülésen, még álmos volt, a szemhéja égett. Azt sem tudta, hová megy. A címet Csajági kiáltotta oda a vezetőnek, s ő arra ébredt a robogó kocsiban, hogy még a neveket is elfelejtette. Hogyan fogja most megtalálni embereit? De a kocsi csak vitte valamerre. Mellette az ülésen Csajági híres műszertáskája himbálódzott. Hirtelen csikordulással fékeztek. A Liget környékén jártak. Az utca, melyben megálltak, széles, üres mellékutca volt. Fényes, nagy, fekete kocsi várakozott az egyik emeletes villa előtt. Itt torpantak meg ők is. Befejeztük? Kérdezte a vezető. A fiatal orvos kiszállt, Tétován körülnézett. Ekkor két magas, vállas férfi lépett melléje. Mint két véreb, úgy fogták közre. A K-klinikáról? Kérdezte a világosabb szemöldökű. Ennek a férfinak vöröses, ritka szemöldöke volt. A másiké sűrűbb, fekete. Az orvos bólintott. Csajági küldött. A két férfi megnézte. Olyan keményen nézték, hogy tekintetük szinte meglökte őt. Mihók, mondta ekkor az egyik. A másik is kezet nyújtott. Mihók. Az orvosnak eszébe jutott a név. Mihók. Ezt mondta Csajági is. Ez hát az ő embere. De melyik a kettő közül? Mert ketten voltak. Látszott testvérek, talán ikrek is. Állatok hasonlítanak úgy egymásra, mint ezek ketten. Téli napsütés és keményre fagyott, letaposott hó szikrázott az utcán. A két mihók angol szabású, hosszú átmeneti kabátot viselt. A vöröses szemöldökűn szürke kabát volt, a másikon fekete. Kalapjuk ugyanaz a minőség és forma, szeget szélű, fekete puha kalap. A szürke kifizette a taxisofőrt, s amíg az apró pénzzel bajlódott, hátra szólt. Szálljatok be! A fekete kinyitotta a nagykocsi ajtaját, szótlanul intett az orvosnak. Tessék! A fiú a sárga orvosi táskával elhelyezkedett a hátsó ülésen. Önkéntelenül oldalt húzódott, hogy helyet adjon maga mellett a feketének. Ekkor visszatért a vöröse szemöldökű, s a két mihók egyszerre ült be elől a kormány mellé. A szürke kabátos vezetett. Szótlanul elugrottak a síkos úton. Az óriás kocsi is olyan erős volt, mint egy fiatal hímállat. Csajági barátai, nézte a két mihókot az orvos.
Megértette, hogy Csajági fél ezektől. Azért tiszteli őket, mert fél tőlük. A félelem olyan, mint a láz. Egyszerre azt érezte, ő is lázas. A bőre meleg lett az izgalomtól. Keresztneveket próbálgatott a két férfira illeszteni. Péter. Úgy nyomta a szürke kabátos fejébe, mint egy kemény kalapot. A férfihoz illett a név, illett volna a fekete kemény kalap is. Rajta hagyta. De a másiknak nem talált nevet. András. Sándor? Emil. Nem, nem. Sorra elvetette őket. A fekete kabátos kereszt név nélkül maradt. Ettől jobban is félt. Hátul a nyakában érezte a kényelmetlen hőséget. Vajon melyik pár bajozhatik? Elhatározta, hogy a szürke kabátos pár bajozik. De ekkor a szürke kabátos megszólalt. Azután hajtsd fel a kabátot, Galériát, hallod? Csak ne előkelősködj, jó lesz vigyázni. Nem volt ebben a hangban semmi félelmetes. Inkább szeretet volt. Okosság, tárgyilagosság, szakértelem. A fekete kabátos az utat nézte, hallgatott. A másik folytatta. A kalapra is vigyázz, húzd mélyre. A fekete kabátos felriadt. Nem ásszak talán vissza a tojásba? Amióta bemutatkozott, a hangja megváltozott, sötétebb lett. Az orvos nézte a fekete férfit, tehát ez fog párbajozni. Figyelmesen elemezte a hangját, így beszél Csajági is. De ez az igazi. Csajági innen lopja, amit tud. A vöröse szemöldökű nem felelt. A fekete mihók hirtelen döntött valamiről. Mégis felmegyek Gerdához. A másik az órára pillantott. Csak okosan. A kocsi néhány nyugtalanabb ugrással az egyik nagy szanatórium elé kanyarodott. A fekete kiugrott, a szürke utána szólt. 20 percet van. Most kettesben maradtak az autóban. Egészen sűrű, mészszerű csendben ültek. Mintha egy buborékban lassan ereszkedtek volna lefelé. Az utca néha megingott, billent velük. A magányos mihók váratlanul hátrafordult. Tudod, Doninak azért nehéz. A fiatal orvosban boldogan ömlött szét a felfedezés. A szürke kabátos mihók tegezi őt. A sötét arcbőrű férfi rücskös disznóbőrkesztyűjét nézegette. Fél éve nem látta a feleségét. Így nagyon nehéz. Tehát nem András és nem Sándor, hanem Dani. Vajon miért nehéz Daninak? Nem értette. A hallgatástól egészen száraz lett a torka. Nyálat kellett gyűjtenie. Végre kinyögte. Beteg? Kicsoda, Gerda? Az orvos bólintott, így kérdezte. Mi baja? Mihók tárgyilagosan felelte. Amiotrópiás szklerózis. Az orvos nézte. Persze, ez mindent így tud. Hajtsd fel a kabátod, Galériát, meg amiotrópiás szklerózis. A torka még száraz volt. Régi baj? Régi. 2 éve fekszik. Megint csend volt. Ismered Knikit? Ezt megint Mihók kérdezte. Egészen hátrafordult, úgy nézte az orvost. A fiú bután bámult rá. Knikit? Ki az? A húgom. Az orvos a fejét rázta. Nem ismerem. De most hazudott. Csajági fecseget valamit, vagy másút hallotta volna, talán olvasta valahol. Ez a Kniki volt az a társaságbeli lány, aki... Persze! Mihók Kniki! Ebben a pillanatban lépett ki a szanatórium kapuján a fekete mihók. Rögtön tovább indultak. Most már gyorsan pergett minden, mintha Csajági sílécén csúsztak volna a völgy felé. Mihók Knikiről beszélték azt, tisztázta magában az orvos,
hogy egy vikendjének 1000 pengő az ára. A laktanya főkapuja előtt 2 autó várakozott. Melléjük siklottak ők is. A kapu őrség feszesen tisztelgett. Az udvaron már 4 férfi állt. Az egyiket ismerte, a képviselő orvos volt, a népszerű egyetemi magántanár. Ez tehát az ő társa. A magántanár egy alacsony, vézna, majdnem púposan vékony férfival beszélgetett. A fiú megérezte, ez meg az ellenfél. Ők 3 másfelé mentek. 2 perc múlva még 2 jöttek. Feléjük tartottak. Ők 5 voltak, amott 4. Az újonnan jöttek egyike feltűnő sárga börtokot hozott. Ennek a sárga toknak a párját felfedezte a túlsó csoportban is. Túlnan ekkor kivált egy úr. Mindnyájan követték. A laktanya fedett lovardájába léptek. A bejárat előtt újabb őrség tisztelgett. Ők is köszöntötték egymást az egyetemi magántanárral. Gyerünk, gyerünk, ide a fal mögé, ez a mi helyünk. A tanár kedélyesen és biztosan mozgott. A fal mögött fehér abrosszal leterített asztal várta őket. Csak nem Dezsőnk táskáját hozod. Hát mi van vele? Azt hittem, ő lesz itt. A műszereikkel csörömpöltek, az üvegeikkel rakottak. A fiatal orvos elmondta, hogy csajági ulnáris repedést szerzett a Schwab-hegyen. A kabátjukat már levetették, azonnal érezni kezdték, hogy a lovardában kemény hideg terpeszkedik. Most odakint hallatszott valami zaj. Előjöttek az asztal mögül, s a fiatal orvos még látta, hogy egy alacsony úr az ő csoportjukból tiszti kardot vesz át, és leszúrja a bejárat mellett a homokba. Másik kardot is kap. Ezzel nagy lépésekkel megindul a terem mélységébe. 2 is számolták lépéseit. 6, 7, 11, 19, 29, 30. Az alacsony férfi itt megállt, leszúrta a második kardot is a homokba. A fiatal orvos érdeklődve figyelte a hosszúkat lépő alacsony urat, mintha apró sárga dinnyékből rakták volna össze. A ruhája alól csupa mozgó gömbölyűség dudorodott elő. De már a sárga tokosok álltak a 2 kard között, a tokokból elővették a hosszú párbajpisztolyokat. Figyelj csak, most töltik őket. Állt mögé a magántanár. A pisztolyokat megtöltötték és kicserélték. A 9 férfi eddig ide-oda hullámozva beszélgetett és sugdosott, de mint a vízbe ömlött ólom, most hirtelen szétugrott közöttük a csend. Ismét egy másik úr ezüst pénzt dobott fel. Ha fej kerül felül, Dani választ helyet. Lehelte mögötte a vöröses, ritkás szemöldökű Mihók. Írásra esett. Ezt 4 úr állapította meg. A vékony, félrehajtott fejű keskeny férfi, az ellenfél, álomkórosan megindult előre, szemügyre vette a 2 kardot, jól megnézte őket, azután befelé kezdett lépdelni a homályba, a lovarda mélyébe. A fekete Mihók az ajtón beönzöllő téli fénybe került. Ott álltak a 2 kardnál. Már egyiken sem volt nagy kabát. Mihókon sötétkék ruha, a szövetben nagyon vékony, fehér csíkok, a másikon fekete kiskabát és fekete nadrág. Csütörtök nem számít, pisztolyokat a kézbe! Hallotta a fiatal orvos a vezényszót. S ekkor a keskeny arcú gondosan felhajtotta kabátja gallériát, és átvette a fegyvert. Szabad kezével kalapját is mélyen homlokába húzta. Ki ez? Fordult alig lehet kérdésével a fiatal orvos a magántanár felé. Milkovics vagy Milkovszki? Ilyen nevet hallott. Ki? Másodszor sem értette a választ. De már nem is érdekelte a név.
A férfit nézte. A fehér, nagyon keskeny arcot. Mihók kezében is ott volt a fegyver. Ők heten oldalt húzódtak. Tűz! Hallatszott harsányan. A vékony, fehér arcú férfi lőtt először. Az ajtó felé fordult. Gondosan, nyugodtan célzott. Négy! Ekkor dördült a lövés. Mintha drót rántotta volna el az orvos tekintetét, a fekete mihókra nézett. A széles vállú férfi mozdulatlan maradt. A kabátját ő is felhajtotta, de kalapját elhajította valamerre. Az orvos a másik mihókot kereste, az mellette állt. Ez a két arc olajos volt és síkos, mint a vízi állatok bőre, sötéten fénylő. Mihók lőtt ebben a pillanatban. Villámgyorsan emelte fel a karját, és megvetően, fölényesen a mennyezetbe küldte a golyót. A félrehajtott fejű férfi ekkor megindult feléje, úgy ment, mint aki ki akar sétálni az ajtón, de az ötödik lépésnél megállt. Mihók is öt nagy lépést tett előre. Ismét töltötték a pisztolyokat. És a kis férfi ismét célzott. A fiatal orvos egy rágcsáló rovar gondos figyelmét érezte ebben az arcban, karjában a póklábak hajlékony tapogatódzását. Ekkor ébredt fel benne a furcsa sejtelem, egy szorongató, félig világított álom szereplőjévé vált. Háromnegyed órája még gyanútlanul feküdt klinikai heverőjén. Ugyanilyen gyanútlan emberek sétálnak most az utcán, két percnyire sincsenek tőlük. Rendőrök a forgalmat irányítják, és itt ez a két férfi élesre töltött fegyverrel közeledik egymáshoz. Eldördült a lövés. Arra felé tekintett, amerre az ő embere állt, s nem akarta elhinni, amit látott. Mihók elesett. Igen, szinte hamarabb csuklott össze, mint ahogy a fény villant. Odafutottak a fiatal férfihoz. A tüdejébe ment a golyó. Amint később megállapították, a gerincig futott. Vér, nyál, hang egyszerre budjant fel a száján. Kmliki, mondta hörögve, hangosan. Akadozva, düvel meglepetten mondta. S még valamit kiáltott, de ez már inkább csuklás volt. Mit mondott? A fiatal orvos körülnézett. A többiek tekintete hideg és elutasító volt. A seb, a műtőasztal, a lámpák embertelen fénye már ismerős volt. De ami előtte történt, a két mihók, Gerda, Kniki, a kispók, semmit nem értett az egészből. Miért mentek fel Gerdához? Hogyan került a történetbe Kniki? Miért párbajozott a fekete mihók? Ennek mind értelme volt. Ezt mindenki tudta ott, csak ő nem értette. S mihók meghalt. Csak este találkozott Csanyágival. Végre! Hát mondd el, te tudod mi ez? Csanyági karja már sínek között pihent. Elégedetten vonta fel szemöldökét. Nagy história ez, öregem. Csúnya história. Nem neked való.
Illés Endre, a látogatás. Ihatnánk még egy cseresznyét, ajánlotta a fiú. A lány bólintott, jöhet. A felszolgáló nő éppen elment az asztaluk mellett. Még két kávét és két cseresznyét. A lány kedves volt, csinos volt, fiatal a bőre, fekete szeme valószínűtlenül nagy, és az is fiatal. Azt mondta, a félórai ebédszünetet tölti itt a kávézóban. Hazudsz, gondolta a fiú. Még csak 11 van, ilyenkor még nem engednek el ebédelni. Különben pedig a Krisztinben is látta már, még korábban. Ezt rögtön meg is mondta. Hát persze, nevetett a lány. Én műszaki összekötő vagyok, délelőtt is szabadon járkálhatok a városban, engem nem köt semmilyen íróasztal. Meghozták a cseresznyét és a kávét. A fiú felemelte poharát. Tegezhetlek? Miért ne? Akinek nincs kocsija és pénze sincs, néha a fényképezőgépével is boldogul. Készítettek már róla a színes felvételt? A lány szórakozottan ingatta a fejét. Nem, még nem. Szeretnéd? Ha nem fáj. Kisé fanyar válasz volt, de a fiú nem csüggett el. Váratlanul ezt kérdezte. Tudsz síelni? Tudok. Akkor mondd meg, milyen a hó délelőtt? A lány ivott a keserű, cukortalan kávéból. Hát, milyen? Fehér. És délután? Akkor is fehér. Na látod, semmit nem tudsz. A hó délelőtt kék. Délután rózsaszín. A színes fényképen gyönyörűen jelentkezik a kék is, a rózsaszín is. Mert az a szín ott van. Csak mi nem látjuk. A fiúnak reggel óta fájt a feje. Tulajdonképpen pocsékul érezte magát. Talán lázas is volt, a lányt is unta, már csak a tudomány diadaláért hadakozott. A fényképezőgép pontosabban lát, mint a szemed. Nem hiszed? A lány gyanakodva hallgatta. Nagyon érdekes, még nem tudom, hogy hiszem-e. Akkor próbáljuk meg, ütötte a vasat a fiú. Felmegyünk a gépemért, valahol lekaplak, azután meglátjuk, mit rajzol a gép a szép, sima arcodba. Így talán nem jó neked? Prima, de nem vagy kíváncsi rá, hogy azon túl is mi van benned? Kurta válasz jött. Nem. A fiú abba hagyta. Ő is megitta a kávéját, a cseresznyéjét. Majd ezt kérdezte. Mondd, eladtad már magad? A fekete szemű lány merev lett, mint egy vékony üvegpálca. Úgy tett, mint aki nem érti. Mit kérdeztél? Hogy eladtad-e már magad? Ez az élmény még a színes fényképnél is érdekesebb lehet, feltéve, ha tisztességes vagy. De a feltevést a lány már nem hallotta. Felállt, és már egészen felülről mondta. Fúj! És nyugodtan, határozottan kiment az ajtón. A fiú ásított a bal csuklóján, kitapogatta a verőeret. Most határozottan érezte, hogy lázas. Álmos is volt. Arra gondolt, hogy be kéne nézni az egyetemre, talán katalógust olvasnak, de a következő pillanatban már elejtette a tervet. Az volt a legnagyobb baj, hogy nem volt semmilyen kívánatos terve. Intett a felszolgáló nőnek, négy kávé és négy cseresznye, fizetett és kiment a Novemberi utcára, a nyálkába, a ködbe. Már percekig állt egy kirakat előtt, és csak percek múlva fedezte fel, hogy fényképezőgépeket nézegett. A lányra gondolt, elmosolyodott. Az idegen nyelvű könyvesbolt üvege mögött kiválasztott egy szerény kötetet. Petit dictionnaire de locution française. Ha megvenné, sok intim titkot tudhatna meg a francia nyelv legújabbkori hétköznapjaiból. Persze, ehhez előbb meg kellene tanulni franciául. Ezen is mosolygott. A mosoly a képcsarnok vállalat előtt sem hagyta el. Figyelmesen vizsgálta a kerámiákat, a festményeket, lassú kortyokkal ízlelgette valamennyit,
Végül egy kovácsolt vas asztalka nyerte meg a tetszését. Televíziót helyeznék rá, méregette. Televíziót. Ha volna. De miért is volna? Nincs, nem kell, nem érdekel. Ez a vastag, sárga pulóver sem kell. Ez az aktatáska sem. Ezek az órák sem. A bizsuk sem. A magas női csendőr kalapok sem. A félig kész férfi ruhák sem. Mégis az egyetemhez került, de azután innen is továbbállt. A Calvin téren eszébe jutott az apja. Mi lenne, ha váratlanul beállítana hozzá? Úgysem látta már hetek óta. Legalább 2 hónapja. Meg is vizsgálhatná. Különben miért vizsgálná? Bujkáló őszi hülés, aszpirin kell ide meg forralt bor, úgy mondják. Emlékszik rá, gyerekkorában egyszer fahéjas forralt bort kapott. Anya vitte az ágyához. Az még a Minerva úti lakásban volt, nagyon régen. Fáradtan ásított. Pénz kellene. Igen, pénzt fog kérni az apjától. Ha pénze lesz, megveszi a svéd villanyborotvát, amit a Petőfi Sándor utcában látott. Azt mondják, nagyon jó. A portás azzal fogadta, hogy a főorvos úr a kis műtőben van, de innen tovább küldték a nagy műtőbe. Ide persze nem engedték be, a folyosón kellett várnia. Kissé megszédült a sok fehér köpenytől. Egy gumikerekes ágyat toltak el előtte, az ajtókon túlról sustorgást, csörömpölést, vízcsopogást hallott. Kulcsukon és ajtóréseken valami állandóan szivárgott. Éter és jód, gőz és fertőtlenítő porok, szublimát és szalmiákszesz, folytó éleszagok. Próbálta szétválasztani őket, de amikor végül a vérszagát is közébük keverte, hányingert érzett. Felállt, és átment egy másik folyosóra. Hát te? Apja állt mögötte, még fehér köpenyben, ahogy kijött a műtőből. Meglepődve nézte őt. Apja alattomosan őszült. Nem őszült szépen, inkább úgy, mintha bepiszkolódott volna. De szeme a régi volt. A hideg porcelángomb, emlegette az anyja. Mondták, hogy itt vagy. Gyere a szobámba. A szoba végre megnyugtatta. A polcon könyvek, az asztalon virág, a padlón szőnyeg, mindegyik széken támla. És az egész szobában nincs egyetlen fehér folt sem. A főorvosi szoba kellemesen, határozottan barna és teletömött, mint egy felnyíló szivardoboz. Csak nincs valami baj? Nincs. A kérdésben nem csak aggodalom volt, az aggodalom mögött enyhe félelem és bosszúság is, vajon milyen kellemetlenség fenyeget a váratlan jelentkezésében? Ne félj, semmilyen. Nézte apját a fiú. Ülj le, sápat vagy. Semmi bajom. 10 percem van, nézett az órájára a főorvos. 10 perc múlva vissza kell mennem. Akkor talán nem is zavarlak. Nem zavarsz. Mondd el, mi hozott ide. Csak úgy, eljöttem. Régen láttalak. Köszönöm. Nézték egymást. Anyád? Kérdezte végül a főorvos. Ő is jól van. Ő küldött? Nem is tudja, hogy itt vagyok. Persze, mondta, csak eszedbe jutottam. Elakadtak. Anyád még mindig el akarja cserélni a lakást? Azt hiszem. Rá fog fizetni. A fiú nem felelt. Azért mondtam, hogy 10 percem van, nézett ismét órájára a főorvos. Mert szeretném, ha beosztanád a mondani valódat. A nyers hangra a fiú is nyers lett. Ne haragudj.
Tulajdonképpen pénz kellene. Na végre. Ez nyílt beszéd. Mennyi? A fiú töprengett, majd hirtelen eldöntötte. Talán 1000. Nem sok? Kisé alamúzian kérdezte. A főorvos nem felelt. Kihúzta az asztal fiókját, leszámolt 11 százast, és odatolta a fiúnak. Tessék, 1000. Ez 1100. Kíváncsi voltam, hogy te is számolod-e. A fiú belepirult, hogy ilyen egyszerűen törve csalhatták. A főorvos elégedetten nevetett. Ne szégyeld, ezt így kell. Mindent megszámolni. Engedékenység nélkül beszélgettek egymással, mint két vívó. Csak két hideg acélpenge érintkezett. A fiú elővette a tárcáját, eltette a 11 százast. A főorvos szeme megakadt a barna krokodil bőrtárcán. Szép tárcád van. Mutasd! A fiú újabb csapdától tartott, de engedelmesen nyújtotta a tárcát apjának. Anyádtól kaptad? Nem. Még nem láttam nálad. Te vetted? Nem. Kaptad valakitől? Igen. Nőtől? Kérdezte váratlan bizalmassággal a főorvos. Most törleszthetek, gondolta a fiú. Tőled? A főorvos meghökkent. Ezt a tárcát? Nem emlékszem rá. Tavaly karácsonykor küldted. A főorvosban mégis derengeni kezdett az emlék. Persze. Tavaly karácsonykor szólt Ilonának, vegyen valamit a fiúnak. Valamilyen szép holmit. Ilona csomagolta be, ő éppen csak egy pillantást vetett rá. Ez a krokodil bőrtárca volt. Gyere közelébb. Most át kellene ölelni őt, kicsit magához szorítani, talán megcsókolni is, beismerni a vereséget, és valamiképpen kiengesztelni. De rögtön olyan olcsónak érezte ezt a képsort, hogy szégyenkezve eltolta magától. Nézz a szemembe, így-így, most kisé feljebb. Lehúzta a fiú alsó szemhéját, és elégedetlenül mordult. Mi ez? Nem eszel rendesen? Vérszegény vagy. A fiú kivonta magát a fél ölelésből. Milyen komédiás. Most megjátsza a gondos apát. De a következő pillanatban mégis értelmetlen, forró szeretet ömlött szét benne. Gyerekkorában nézett így az apjára, milyen erős, milyen idegen. Félt tőle, és vonzotta a messzisége. Ő is ilyen szeretett volna lenni. Határozott, erős, gyors, megfellebbezhetetlen. Azután nem történt közöttük semmi. Minden változatlan maradt. Apja ma is erős, ma is idegen. És ő? Erre kényelmetlen lett volna felelni. Inkább az apjának válaszolt. Eszem, hogy ne ennék? Nem iszakázol sokat? Erre csak vállat vont. A főorvos tudta, hogy megint nyersebb volt, mint akarta, gyorsan javított. Arra gondolok, hogy bizonyára éjszaka tanulsz. Nem, mondta a fiú csendesen. Az apa elengedte. Különben hogy állsz az egyetemen? Itt az indexed? Nincs nálam. Legközelebb hozd el. Rendesen hallgatod az előadásokat? Maga is érezte, hogy rosszul, nagyon rosszul vezeti ezt a beszélgetést. Vizsgálódik, leckésztett, pedig megszerette volna ölelni a fiút. Valahogy nem tetszel nekem. És végre egészen magához vonta. Egyetlen pillanatig tartó szemérmes ölelés volt. Mégis ölelés. Meg foglak vizsgálni. Ne félj, nem fog fájni. Csak 10 perced van, ellenkezett a fiú. Hallgass, most beteg vagy, és én rendelkezem. Veled és magammal. Az asztalhoz lépett, étert öntött egy vattacsomóra. De a fiú éter nélkül is elkábult.
veled és magammal. Ez a régi parancsoló hang volt, az elsüllyedt gyerekkor. A főorvos egy rugós tűvel tért vissza. Az ételes vattával gyorsan letörölte a fiú jobb kezén az egyik újbegyet, megpöccintette a tűt, száraz vattával letörölte az első vércseppet, s már is két tárgylemezért nyúlt. Gyorsan, szinte követhetetlenül dolgozott, a második vércsepp már is a két üveglap között piroslott. Csengetett. Fiatal asszisztensnő lépett be. Gímza festést kérek. A nő kiment a tárgylemezzel. Talán ez is a szeretője. Nézte meg szemtelenül a fiú. Te most itt maradsz. Fél óráig szórakozz valamivel, van itt néhány könyv. Fél óra múlva többet tudunk. Ugyan nem olyan fontos, kezdte volna a fiú, de a főorvos hirtelen másként határozott. Különben gyere, mondta Kurtán. Hová? Kérdezte ő kissé bután, mert éppen azt latolgatta, hogy a villanyborotva helyett inkább azt az angol pulóvert veszi meg, amit Ónodi mutogatott a múlt héten. A műtőbe, mondta jókedvűen az apja. A folyosón rápillantott a fiúra, az megint nagyon sápat volt. Mit ijedezel? Nem foglak megoperálni. De aztán úgy érezte, néhány magyarázó szóval mégis meg kell nyugtatni őt. Ha már itt vagy, tisztán akarok látni. Megpungáljuk a szternumodat. Mi az? Átmeg kisé aggódva a fiú. Ez, bökött rá a szedcsontjára a főorvos. Ez is csak egy szúrás, ne félj. De meg kell néznem a csontvelődet is, nem rejtegete valamilyen alattomos disznóságot. Miért rejtegetne? Kérdezte a műtő ajtaja előtt a fiú. Mondtam, hogy vérszegény vagy. Tudnom kell, milyen kúrára fogjalak. Csak nem félsz? Nem, felelte bizonytalanul. Amikor a műtőasztalra fektették, a nagy fényben egy pillanatra látta a tűt és a fecskendőt. Furcsa, széles feje volt, mint egy kardmarkolat. Ezt belém szúrják? Kérdezte. A főorvos éppen nem volt ott, mosdott. Csak annyira, hogy egy csepp velőt kapjunk, mondta a fiatal asszisztensnő. Nem fog fájni, még novokaint is adunk. Mégis fájt. Mintha egy nagy boltozat roppanna össze a mellében. Először ezt érezte. Azután egész teste lassan forogni kezdett a fényben. Utóbb már homályban forgott, egyre sevesebben. Erőlködve tágra nyitotta a szemét, s ekkor egy fekete függöny csapódott eléje. Nagyon gyenge lett. Az apját szólította, de furcsállotta, hogy hiába szól. Nem hallja a saját hangját. Nem hallotta az apjáét sem. Pedig egy villanásra még feltűnt az arca. Szikét! Kampót! Kiáltotta döbbenten a főorvos. A tű áttörte a csontot. Rosszul állították be. Az üvegben egy csepp vér jelent meg. Csak nem szúrta át az artériát. Csak nem követett el ilyen durva hibát. Érfogót! A kés már a negyedik borda közben járt. Műszereivel már a csont mögött volt. Érd leszorítót! Höftert! De a sérült verőér megállíthatatlanul vérzett. Most oxigénnel és szívmasszázssal támadtak a fiatal testre, hárman is. Rohanva hozták az érvarratos tálcát, a diszektorokat, buldogokat, tűket, fonalakat. Még több oxigént! Gumidrént! Fecskendőt fiziológiás oldattal! Moszkitót! Már öten hajoltak a műtőasztal fölé. De a fiút nem tudták többé felhozni a sötétből. Egy óra múlva bevitték a főorvos szobájába a fiú holmiát. A sok apróság között a krokodilbőrtárcát is. A főorvos az ablaknál állt. A tárcát letették az asztalra. Nem fordult hátra. De tudta, hogy ott van. Tudta. Mit is tudott?
ha nem felejti el, hogy ő adta a tárcát, ha nem akarja jóvá tenni, hogy ilyen távolra kerültek egymástól. Megfordult. Nem tudta elhinni, hogy a fia nem él. Meghasadt a szívem, elvetem, s ha anyag anyaga lesz akadály, magam örlöm szét, éhes vész zabály, helyde aztán enyém a győzelem. Kárpáti Kamil. Néhány évvel a második világháború előtt történt. A hatos villamossal indultam a Nemzetiből Budára. A peronon álltam, s az ajtóvasra támaszkodva szórakozottan néztem a házakat, a cégtáblákat és a körúton hullámzó sokadalmat. Csak a nyugatinál vettem észre, hogy egy fiatal baka könyökölt mellém. Ő is nézelődött. Olyan őszi barackszerű, hanvaspiros arca volt, és becsületes nézése, mint minden parasztfiúnak, akik tisztaságukkal, mint valami vidéki glóriával rögtön feltűnnek Pesten. Talán első szabadságára mehetett, mert ruhája nagy rendben volt. Látszott, hogy a zubbonyát az őrmester húzogatta szép ráncba hátul, a derékszíj mögött. Bokaszíjjal átfont, rövid kis csizmája is fény lett. A fiú beszélgetni akart. Hátratolt a keskeny, ellenző nélküli sapkáját, és így szólt. Hű, de meleg van. Milyen nagy a Duna? Bizony, nagy, mondtam egy kedvűen. A Margit híd közepén haladtunk át, és egy pillanatra az volt az érzésem, hogy szállunk a széles folyó felett. A fiatal baka azután ízes, vidéki tájszólással elmondta, hogy 3 napos szabadságra megy haza falujába, Szücsibe. Haladtunk tovább, felfelé a Margit körúton. Amikor a katonai fogház épülete elé értünk, a fiú megigazította keskeny sapkáját a fején, és emelt hangon azt mondta. Na, itt a Margit, a katonák veszedelme. Ha nem vág valami a kaszárnyában, hamar lecsap ránk az őrmester, majd visznek a Margitra. Sok katonát kivégeztek már itt. Valahányszor elmegyek előtte, mindig keresztet vetek magamra. S keresztet is vetett. Rápillantottam az épületre. Kis fadobogón szuronyos baka állt a kapujában. A földszint ablakain X-formájú római rácsok álltak keresztben, amilyeneket a római régiségtamban láttam a szenátus épületének kapuján, és a Szella Kurulison. A második emeleti ablaksor fölött lapos, 3 szögletű timpanon díszlett.
Az építész ampír elemeket alkalmazott. Feltűnt, hogy a tetővonal élén, végig az épület egész hosszában alacsony, semmit se tartó kis fal húzódott. Olyan volt, mintha a sok kéményt a sima, összefogó hatás kedvéért egybefalaszták volna. Akkor még nem tudtam, hogy ez az attika fal, vagy röviden attika, ahogyan az építészetben nevezik. Az épület szemlélése közben hirtelen újsághír jutott az eszembe. XY honvédet reggel 6 órakor a Margit körúti fogház udvarán agyonlőtték. Egyszer, mintha azt olvastam volna, hogy felakasztották. Némi borzongással néztem vissza az épületre. Milyen lehet belül? Mi folyt? És mi folyik ott benn? Akkor még nem gondoltam, hogy egyszer még magam is pokoljáráson fordulok meg benne. szeptember 30-án egy nagyobb nyitott dzsippen 12-ed magammal elvittek a Bartók Béla úti Zalkamáté laktanyából. Még polgári ruhában ültünk, de kettenként már hosszú fűzőláncon egymáshoz voltunk bilincselve a csuklónkon. Két fogoly közt egy-egy civil őr ült, a lába között tartott géppisztollyal. Aki mozdul vagy szökni próbál, azt lelőjük. Indulj! Hangzott felénk a laktanya Budafoki út felé lejtő udvarán, mielőtt a vaskapu csikorogva kinyílt volna előttünk. Most ott ültünk két sorban szemben egymással, a meg nem engedett provokációs eszközökkel teremtett per együvé tartozó vádlottai. Koncepciósnak nevezték később az ilyen embereket. Sápadtan árkolt szemekkel és benső remegéssel néztünk egymásra. A vallatás sebeinek nyomai már elmúltak rajtunk, azért vittek el csak most bennünket. De lelkünkben és tudatunkban még ott maradtak az elszenvedett kínzatás emlékei. Áltatás a falnál ájulásig, lépcsőn való lerugdalás, pisztollyal való arcon vagy halántékon sújtás, kézzel, ököllel vagy korváccsal való ádázverés képei. A csókod meg a géppisztolyt pokoli jelenete, amikor a fogolynak parancsra meg kellett csókolnia a vasat, mire azt ment el a szájához verték, és törte húltak ki a fogai. Egy pillanatra magamat is láttam a szűk mosdó fehér csempés kagylója fölötti tükörben, a veréstől bedagadt szájjal és szemekkel. Bajuszomról a megfagyott vér úgy lógott le, mint ereszről a jégcsapok. A nyomozók löktek oda, hogy mosakodjak meg, mert amikor az íróasztalnál az erős fényű lámpát rám irányították, megijedtek tőlem. Más a falhoz vert fejű fiú ájult testi gubancát látta a sarokban. Megint más egy vallatásban nagyon vert, hasonfekvő fogoly hulláját, a hátán és a fenekén szétszaggatott ruhával. A halottat át kellett lépni. Míg a dzsibben egymásra néztünk, ilyen ecce-homo képek halmaza suhant át agyunkon. Megálltunk a Margit előtt. Most nem állt előtte feszesen, szuronyosan az őr azon a kis fadobogón. A vezetőnk mellől valaki leszállt és becsengetett. Várni kellett, amíg beengedtek. Addig jobban megnéztem a hírből már ismerős épületet. A római rács megvolt az ablakokon, felül is a timpanon háromszöge. Az attikát a háztetőn nem láttam, mert nagyon közel álltunk meg a házhoz. A falon kis táblán új név és házszám, Mártírok útja 85. Jobbra a tőle, nem messze, fekete vaskeretben két függesztett üvegfákja között, amelyekben alkalmasint villanykörte éghetett, fehér márványtábla állt, a táblán felirat. A mártírok emlékének, akik szenvedtek és meghaltak a magyar szabadságért. 1919-1945. A volt bajtársak. Az L alaprajzú
timpanonos, attikás, díszes homlokzatú épület átölelte és elzárta előlünk az E alaprajzú, jövendő szenvedésünk színhelyét rejtő belső épülettömböt. Végre az R formára bomló, hatalmas fakapu nyikorogva kinyílt előttünk, és a füstöt, gázt, bűzt eresztő dzsip bevitte remegő lelkű terhét a boltív alá. Mozdulatlanságunk pillanatok alatt széttört. Őreink rugdosni kezdtek bennünket lefelé a kocsiról. Mint a vadász övéről ledobott foglyok, füzérrel együtt hultunk le a földre. Kiabáló parancsnokok és katonák jöttek elő mindenfelől. Bilincseinket leszaggatták irtózatos szitkok és gyalászkodások közt, rugva, pofozva taszigáltak bennünket egy jobboldali teremfélébe, ahol már ordítozva várt ránk egy másik csoport katona. Mint meghajszolt kicsi nyáj, túlultunk befelé. Pupilláink kitágultak, fújtunk, lihegtünk, körbeszaladtunk, de sehová sem menekülhettünk. Megragadtak bennünket, és durva géppel, életlen ollóval nyírni kezdték hajunkat, bajuszunkat. Seprükkel verték fejünket össze-vissza. Azon vettem észre magam, hogy egy kitágult szemű katona, mint valami uszított kutya, a csuklómat fogja és odaordít a nyíróknak. Hé, ennek meghagytátok a fele bajuszát! S felemelte az öklét. Keze fején vastag ereket és vörös szőrzetet láttam. Lebuktam. Rúgtak, tiportak. Társaim torzan nyírva, vérző orral, tépet füllel szipogva keringtek a kijárat felé. Magam is utánuk. Ki voltunk kergetve az L és E alaprajzú épület közötti kis közbe. Közönyös falak között seplőztek bennünket tovább a négy lépcsőn felfelé, míg az E alaprajzú épület gyorsan nyíló kapuján be nem zuhantunk. Be is csapták mögöttünk rögtön. Mindennek 10 éve már. Ott a Margiton ítéltek el életfogyra az 1 évig tartó vizsgálati fogság után. Azután pedig, hogy jogerős lettem, vidéki fegyházba vittek büntetésem letöltésére. 7 év után, 1956-ban szabadultam amnesztiával. Az ítélethez fűződő káros következmények alól kegyelemből mentesítjük. Át a papíroson. Visszatértem az életbe. A 6-os villamos még arra járt a Margit előtt. Sokszor elmentem rajta az immár nagyon is ismerős épület előtt. A római rácsok megvoltak, a timpano is. Az attika egyenes vonala fenn a tetőélen azonban megtört. Foghíjas lett. Az L épületet még védte és átölelte a kínpadot, és a vesztőhelyet rejtő E épület, de új bástyája támadt a déli oldalon. Mint valami óriási, szürke konzervdobozokból eszkavált, lecsonkolt fejű és farkú sárkány ült, magas nyakon tartott, egyszemű, ronda kocka fejével, az abba hagyott föld alatti villamosvasút budai gépháza, kotrótelepe, tornya vagy mi. Sok épület szörny van Budapesten. De ezt valahogy sárkánynak láttam, amelyik a borzalomnak eme tanyája mellett ült le kotlani, és vésztjósló tojásait kikölteni. Nemrégen ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy bemenjek az épületbe, és szétnézzek a régi szenvedések színhelyén. Kapóra jött 1919 40 éves jubileuma. Éppen forradalmi kiállítást rendeztek az épületben. Újságban is hirdették. Elhatároztam, hogy megtekintem a kiállítást, egyben jól szétnézek odaben, ha lehet. Emlékezni akartam. Az épület egykori börtön volt át már csak az üvegfáklyás emléktábla és a mártírokra emlékeztető utcanév őrzi. A katonai törvényszéket még 1950-ben letelepítették a Dunapartra, a főutcába. Bekebelezték a pestvidéki törvényszékbe.
Ott áll most a szecessziós stílusú budapesti Bastille, a félelmetes vörös téglás épületkolosszus, amit röviden csak PV-nek hívtak arabok. Körülötte súlyos kilométerkövek között vaskos acélláncok girlandja. Minden sarkán géppisztolyos őr áll. A Margit alaposan megváltozott. Kapuja mentén fenn a falon posta és más közhivatalokra emlékeztető, körfeliratú táblák fügtek. Jobbra egy táblán ez állt, Clement Gottwald villamossági gyár. Alatta egy kis tábla állt ki merőlegesen a falból. Mind a két oldalán azonos felirat, vigyázz autó. Bal oldalon pedig a munkaügyi minisztérium 27-es számú Clement Gottwald ipari tanuló intézete. Az 1919-es kiállítás az L épület rövidebb felében volt. 10 évvel ezelőtt itt voltak elhelyezve az ügyészek szobái, a bíróság tanácskozó helyiségei és a segédhivatalok. Ezúttal szívesen tessékeltek befelé. Haladtam a folyosókon. Mindenütt vörös szőnyeg a padlón, amely mint valami futószalag lassan vitt, szívott a fő kiállítási terem felé. A falakon rajzokkal díszített 19-es propaganda feliratok. Nemzetközivé lesz a világ. Éljen a proletár diktatúra. Ezen a folyosón vitt egykor a fegyveres őr, csíkos fegyenc ruhában az ügyészhez, aki a 12 oldalas minden lapon aláírt kihallgatási jegyzőkönyvet olvasta fel előttem. Közben kérdezett. Őröm az ajtón kívül állt. Egyszer csak az ügyészt kihívták. Egyedül maradtam az őszhajú úriasszony külsejű gépirónővel. Egy ideig közönösen gépelde, aztán abbahagyta és hosszasan, szálakozó tekintettel nézett rám. Csak annyit mondott. Nagyon sajnálom magát. Aztán egyik ujját ajkára illesztve hallgatást mutatott, s újra nekilátott a gépelésnek. Csend támadt közöttünk. Az ügyész kicsiny, lassú mozgású, elegáns őrnagy visszajött. Most haladtam a folyosókon, és beléptem a nagy kiállítási terembe. Ez volt az egykori ítélőterem. A csillár megmaradt, de a bírói emelvény, amelyen az ügyészek, bírák, ülnökök és ügyvédek ültek, eltűnt. Fönn a falon hatalmas Lenin kép. Lenin éppen szónokol. Hosszú kabátja kibontva lobog a szélben, keze parancsoló mozdulatban. Felén forduló fél arcában jól látom veségbe hatoló tekintetét és a szeme körüli ráncokat, amiket igen alaposan kirajzolt a művész. Lenin lábánál csillagos zászlók, csúcsai és sapkás katonafejek. Körbejártam a teremben. Öreg elvtárs kelt föl egy székről és kalauznak ajánlkozott. Szép csendesen magyarázta a vitrínbe kirakott 19-es nyomtatványokat, névsorokat, fényképeket, de a barna, cukorpapírra nyomott 19-es népszava lapjain én már csak a volt raptársaim által elbeszélt, és ebben a teremben személyesen átélt jeleneteket láttam magam előtt. Az emelvényen a katonai ügyészt, aki beszéd előtt régi tiszti eleganciával dobta fehér kesztyűjét az asztalra vetett sapkájába. Az ügyészt, aki mindig hidegen, gúnyosan és fölényesen vádolt, s mindig súlyosbításért fellebbezett. A farcú elképett ülnököket, akik csak az emelvényen csöppentek bele veszedelmes ügyeinkbe. A bírót, előtte a felfordított sapkába helyezett 4 piros almával, amint dermesztő hivatalos tárgyilagossággal olvassa a hazugságoktól hemzsegő vádilatot. A védőügyvédet, aki mindjárt a tárgyalás elején felszólalt, kérem, nem ismerem az ügyet, védencemmel nem beszéltem, és a vádilatot sem olvastam. Mire a bíró? Kérem, tessék figyelni, most olvasom. Láttam a géppisztolyos őrök közt ülő védtelen, kiszolgáltatott remegő térdű foglyok hangtalan sorait, akik a letartóztatás után a kínzatások és vallatások idején csak a drámai szembesítések alkalmával találkozhattak egymással pillanatokra. Láttam apák közelében ülő fiakat, papokat, apácákat, előkelőt, közrendűt és proletárt, összefacsarva a hatalom markában. Emlékeztem Antira,
a súlyos váddal terhelt esztergomi közlegényre, akit pokróccal betakart, meleglevessel vártam vissza a közös cellába az elsőfokú ítélethozatal után. Halálra ítélték. Fél óráig kanalazta csekéke levesét, amelyben egy vécéseprűből belekerült cirokszálat talált, és átharapta. Közben beszélt, egy kisé úgy, mintha meghibbant volna. Valahogy tudomásul vette, hogy halálra ítélték, de sehogy sem tudta magában elkönyvelni. Fellebbezett. Népi származású vagyok, majdnem proli. Talán ez segít. Ezt mondta. Holott éppen ezt vették súlyos bító körülménynek, árulásnak. Tudja, Feri bácsi, amikor a bíró olvasni kezdte az ítélet indoklását, leugrottam a deszkáról. És míg az olvasás tartott, ott bukfenceztem a levegőben, amíg csak azt a mondatot ki nem mondta, hogy s ezért a katonai bíróság kötél általi halálra ítéli. Akkor aztán belezuhantam a vízbe. Anti feltartott kanalában ez alatt egészen kihűlt a híg borsóleves, de szájához emelte és lenyelte. Aztán elcsendesedett. A kiállítás egyik vitrín üvegében az egykori bírói emelvény mögötti sarokban a nagy létszámú Csé ügy ítélethozatalát látom, amelyben 6 embert ítéltek halálra. Valamennyien családosak voltak. 2 elájult az ítélet hallatára. A bíró pillanatnyi megakadás után száraz hangon megismételte a mondatot. Ezért a bíróság az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. vádlottat kötél általi halálra ítéli. Közönösen hadart, mintha csak azt mondta volna, ma 3 csirkét vágunk ebédre. A 45 elítéltet lassan kivezették. Szomorú gyászmenet volt, fegyveres díszkísérettel. Néhány fogoly, nem törődve az őrökkel, hangos búcsú szavakat kiáltott az elítélt társak felé, akiket egyenesen a síralomházba vezettek. Még mindig a vitrin üvegében láttam, hogy rohannak az ügyvédek a bíró asztalához, mint éhes kutyák a koncért, utalványuk aláírásáért, mert a kirendelt ügyvédek mindegyike 60 forintot kapott a rögtönzött védelemért, amelyik néha ügyészi vádbeszédnek is beillett volna. Elhagytam a kiállítási termet. Kimentem a kapu alá, és megkérdeztem, hogy szabad-e bemenni a középső E alaprajzú épületbe egy kicsit körülnézni. Lehet. Míg fölfelé haladtam a lépcsőn, a seprűzés emlékei kísértettek. Az üvegezett kapusfülkében egy sapkás öreg bácsi sárga regényt olvasott. Kérdésemre szemüvege fölött rám tekintve csak ennyit mondott, tessék, csak tessék. Magam nyitottam be a folyosóra. Ide löktek be bennünket vérző tagokkal 10 évvel ezelőtt. Most a folyosón nem láttam senkit. Lassan haladtam előre az E alaprajzú épület középső szára felé. Ott balra, a földszinti kis folyosóban volt a 6 síralomházi fülke. Vele szemben jobbra egy kis lépcső vezetett lefelé az alacsony ajtóhoz. Ezen átléptek ki akasztáskor az elítéltek az udvaron álló bitófákhoz. 4 akasztófa állt egy sorban, 2 oldalt. Ugyan ezen a kis ajtón léptek ki a rabok is, amikor sétára indultak az udvarra. Akkor, 1949-ben a folyosó mindkét oldalán géppisztolyos őrök álltak, akik rúgtak és lögdöstek bennünket. A séta után már a lépcsőkön is felsorakoztak, s közöttük folytatódott a vesszőfutásunk.
fel egészen a harmadik emeletig, a politikai foglyok vasráccsal elzárt tanyájáig. A megvadított katonák káronkodva zúztak, szúrtak bennünket a fegyvereikkel. Vitam, fasiszták! Te! 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 Vérző tagokkal gurultunk le a lépcsőn, aztán újra talpra és fel. Most néptelen volt a földszinti folyosó. Fényes fekete-fehér kockáin centiméterekbe szorítva ült a csend. Elértem a kritikus ponthoz, a síralomházi szűk kis folyosóhoz. Be volt falazva. Kisablakos ajtó állt a helyén. Az ajtó fölött kék betűkkel ezált szerszámkiadás. A nyitott ablakból kedves asszony szólt hozzám. Mit tetszik parancsolni? Mondtam, hogy csak nézelődöm. Az asszony elmosolyodott és bólintott egyet. A szűk folyosón egykor a kétszer három egymással szemben álló síralomházi fülkébe hozták a halálra ítélteket arra a 10-13 napra, amíg a kegyelmi kérvényük az elnöki tanácsot megfutotta. A hat fülke néha egész teli volt. A sétára vittek bennünket, az udvarra bepillanthattunk a szűk kis folyosóra, s láthattuk, hogy a fülkék ajtói nyitva vannak. A küszöbön őrül, széken, nyakában a géppisztollyal. Látni lehetett, hogy félre csapott sapkával befelé beszél az elítélthez. Szórakoztatja a rabot. Odafenn a cellákban külön csoportok vagy az egész zárka hangosan imádkozott értük. A megmenekülésükért. Akik kegyelmet kaptak, azok évek múlva a vidéki fegyházakban részletesen elmondták, milyen volt az élet a síralomházban. A fogoly, ha volt pénze, vásárolhatott magának, amit csak akart. Kivéve ezt. Írhatott is övéinek, de mindenki tudta, mi lesz a levél sorsa, tehát nem igen írt senki. 1950-től megtiltották a hozzátartozók búcsúlátogatását. Egy-egy elítéltnek beadták a síralomházba a családi fényképeket. Így D. Pista utolsó órájáig nézegethette három fiának a fényképeit. Volt, aki papot kért. Jött is a pap, méghozzá reverendában, stólával. Amikor a rab letérdelt melléje, a pap véletlenül felhúzta a reverendáját, és a rab megpillantotta alatta a zöldes egyenruhát és a szabványos ávó csizmát. Akkor felállt, és a sarokba ment. Nem gyónt, és nem szólt többet. 10-12 nap múlva már nagy sürgés forgás kezdődött a síralomházi folyosón. Lejött a döntés az elnöki tanácstól. Megsokasodtak a látogatók, persze csak az idegenek. Jöttek, s megálltak a cellák előtt. Tág szemekkel bámulták a rabokat, mint valami ketrecbe zárt fenevadakat. Volt, aki közben vajas kenyeret evett és zöld paprikát harabdált hozzá. Nők is jöttek. Másnap aztán kivégezték azokat, akiknek a kegyelmi kérvényét elutasították. Thank you.
fölmentem az első emeletre. Ide voltak bezsúfolva a katonai gonosztevők. A súlyos fegyelemsértők, a tolvajok, az erőszakos nemi közösülők, stb. Csak néha pillantotta meg őket az emeleti ablakokból, aki fölmert oda kapaszkodni és kimert onnan nézni. A közbüntényes, vagy ahogy mi neveztük őket, csöves katonák, hadsoros szakaszokban hátratett kezekkel sétáltak az E alaprajzú épület körül. Szúrós szemű őrmester vigyázott rájuk, menet közben zuhogó lépésre, ordító hangon énekelték. Mind szentinek az volt célja, hogy hazánkat elárulja. Felhát világ, előre ifjúság, megfeszített karjainkkal védjük a hazát. A kórus elhalkult, befordultak az épület sarkán. Ahogy visszafelé jöttek, megint erősödött a hang. Gerő, elvtárs, utat mutat, felépítjük a vasutat. Felhát világ, előre ifjúság, megfeszített karjainkkal védjük a hazát. Aztán megint elhalkultak. Befordultak és vissza. Sok szakaszt énekeltek ebből a menet dalból, de én csak erre a kettőre emlékszem. Befordultam az első emeleti folyosóra. Egyszer hivatalosan is uraltuk az első emeleti mezőny egy szobáját. Egy súlyos ügy együvé tartozó hat halálra ítéltjét ide, az első emelet 13-ba kísérték. Ez lett a síralomházuk. Pontosan 13 napig. Oda mentem a kettes számú ajtóhoz. Ez volt az egykori 13-as. Kopogtam. Szabad, mondták többen egyszerre. Benyitottam. Vagy egy tucat fiú állt különböző satupadoknál. Fémdarabokat ráspolyoztak. Némelyik hajlóháttal, homlokába hulló hajjal dolgozott, mások cigarettázva ültek. Volt, aki szemüvegét törölgette. Az ipari tanulók. Kíváncsian néztek rám. Egy ideig én is figyeltem őket, azután bocsánatot kértem a zavarásért, és becsuktam az ajtót. Ebben a szobában volt síralomházban a félkarú T. Béla is. Az itt lejátszódott jelenetekről évekkel később távoli büntetés letöltő fegyházban beszélgettünk. Egy délután levélpapírt hozott be S. őrmester. Ebből sejtettük, hogy közel van az utolsó nap. Az őrmester azt mondta, hogy írjunk a családunknak. Eleinte nem akartam kimondhatatlan érzéseimet papírra vetni. Kinek kerül kezébe először? És utoljára. Elmegy ez a levél a feleségemnek? Kérdeztem. Írjon csak, válaszolta szárazon. Írtam, és közben egy darab csokoládét rágtam, de nem éreztem az ízét. És hogyan viselkedett a többi rab a síralomházban? Csak ültek maguk baroskattan. Hallgattak, és fogytak. És mit csinált G., aki a besúgásaival a haláltól szeretett volna megmenekülni? G. minden nap 10-szer jelentkezett az ajtóban ülő őröknél és az őrmesternél. Kihallgatásra akart menni, de már senki nem fogadta. A kivégzés reggelén, mint hatodrendű vádlottat, S. őrmester és 4 fegyveres őr elsőnek kísért lefelé, a ma kis ajtó felé, az udvarra. Lélekben felkészülve a végső nagy pillanatra, tudott, katolikus vagyok, haladtam az őrök között. Amikor már egészen odaértünk a kis alacsony ajtóhoz, az őrmester ájt és hátra arcot vezényelt. Nem tudtam, mire vélni a jelenetet. Megijedtél mi? Szólt hozzám kaján arccal, azzal meglökött, és őrök nélkül felvezetett az ügyész szobájába. Az ügyész hosszan végigmért, és hivatalos hangon felolvasta előttem, hogy kegyelmet kaptam. Aztán felállt, és beszólította az őrmestert. Az felkísért a harmadik emeletre, és bezárt egy üres cellába. Így menekültem meg.
Lassan mentem fölfelé a második emeletre. Itt tartották azokat a foglyokat, akik még nem voltak az ügyésznél. Nagy gond volt elkülöníteni mindenkit a saját ügybeliétől. Félelem és rettegés uralkodott minden zárkában. Senki sem mondhatta meg a nevét, és nem beszélhetett ügyéről a másiknak. A magány őrli az embert. Beszélgetni kíván. Ki lehet a szomszéd zárkában? Hallja, hogy les följár. Fenn az ablak táján, mintha valami szellőztető rács látszana. De be van meszelve. Napokig latolgatja, hogy átkopogjon-e. Fél. Fél az őrtől, aki ritmikusan lépeget a zárka előtt, s néha benéz a kívülről elmozdítható, fémlappal fedett Júdás szemen. Így is nevezik a rabok az ajtó felső részén lévő lesjukat, a cirklit. De rossz az is, ha az ajtó előtt nem sétál őr. Talán hallgatózik. Éppen ott az ajtó előtt. Egyszer benéztem belülről a vak Júdás szembe. Picike vas zörej támadt. Az őr félrehúzta kívülről a fémlapot, fekete golyót pillantottam meg sárgás-fehér mezőben. Visszahúzottam. Na, mi az? Szólt lassan az őr, aztán ellépett az ajtómtól. Nem volt maceráló kedvében. Éjjel még lassabban telik az idő, nem alszik az ember. Az őr is elszúnyókál valahol a folyosón, vagy beszélget a másikkal. Lépteikről ismertük meg már a jellemüket. Ilyenkor áll fel a fogója vaságy szélére, és kopog át a fenti rácson a szomszédhoz. Ó, boldog ismerkedés! Izgatott suttogás! Mi az ügyet? Hányan vagytok benne? És már mondják, és válaszolnak. Egyik az igazat részletesen, a másik a hamisat szűkszavon. Az igaz ügy részletei papírra kerülnek, és hamarosan eljutnak az ügyész elé, aki alig várja, hogy annak alapján szétpergő láncszemeket illesszen össze. Az egyik, a gyóntató rab, ott benn, hivatalosan harmadszor írja már önéletrajzát. De tulajdonképpen szerencsétlen szomszédját röntgenezi, s küldi röntgen lemezeit az ügyészi előhívóba, mert ezzel a cselekedetével a halálos ítélettől való menekülését reméli. Megígérték neki. Ám ő csodálkozik a legjobban, amikor ama földszinti kisajtón át őt is oda vezetik az ötödik akasztófához. Tíz év után simán léptem az egykori vasrácshoz, a harmadik emelet rettegett küszöbéhez. A nagy folyosón itt sem járt senki. Persze munkanap van, s belül a termekben dolgoznak. Akadály nélkül bementem az E-betűs épület rövid szárának itteni kis folyosójára. Kinéztem az ablakból, ahonnan azelőtt sohasem tekinthettem ki. Láttam a várszerű postapalotát, a sarkon álló fogasszélű donzsonyával, a Svábhegyet, a vártornyait, elől a bécsi kaputéri templommal, hátrább a Gellért hegyet a Fellegvárral. Lefelé is néztem, s láttam az E épület lábánál a föld alatti villamos lyukán kotló bádogsárkány csapott sisakú fejét és széles tetőhátát. Az utcákon a sárga villamosok, kék buszok, szürke autók vidáman keringtek jobbra-balra. Köztük hangya emberek nyüzsögtek. A harmadik emelet, mint a legbiztonságosabb hely, kizárólag a vizsgálati fogságban lévő politikai foglyoknak volt fenntartva. Mindenütt rácsok voltak az ablakokon, s ha valaki mégis kiúrott volna, halálra zúzza magát. Végig pillantottam a hosszú, piros-barna kockázatú folyosón. Sokunknak kellett azon békaügetésben, csípőretett kézzel gugolva, néha 20-szor is körbeugrálni.
Ha valaki közel volt az ájuláshoz, akkor a hirtelen szőke őr, akit magunk között csak jegesmedvének hívtunk, csajkából hideg vizet lottyantott az ember nyakába, vagy halántékon koppintotta a géppisztolyával. Sokaknak itt, ezen a folyosón kellett néha 100 feküdjöt levágni az őrmesternő előtt. 1950-től ugyanis nők felváltva őrködtek felettünk a férfiakkal. A lépcső feljárat mellett volt a Fogoly faló politikai tiszt szobája. Ezt a nagymarosi ávósból lett festett arcú rémet, akinek bádog fogai messzire kicsillogtak a szájából, röviden csak nácinak neveztük. Szadista módon kínoszta, verte a foglyokat. Volt, akit a pincében leöntött a kübli tartalmával. Mellette lakott másik keresztünk, S. őrmester, aki esti számláláskor betanított kisfiával köpetett le bennünket. Pickosz faszisták! Kiabált sejpítve a kölyök, és ránk köpött. Haladtam a folyosón. Lám a vécé a régi helyén van még. Ennek az előhelyiségébe hurcoltak be egy reggel, csekéke fegyelem sértésért. Jobbról balról egy-egy katona pofozott, középről pedig S. őrmester öklözött és rugdalt hasba. Amikor orromon, szájamon vérezve ájulás környékezett, lábamnál fogva felemeltek és fejjel lefelé mártottak be a fal mellett álló vizeskádba. Az emelés pillanatában még volt időm észrevenni a földön álló 4 zsíros hússal teli csajkát, amit előző este a folyosó foglyainak ételes kondériából kanalaztak ki a háziak és az őrök, hogy telezabálják vele magukat. Közeledtem a timpanonos homlokzat felé eső 83-as zárkához. Ez az E betű előső, hosszabb szárában van. Megálltam előtte. Ennek a sok szenvedést látott zárkának rácsos ablakaiból szeretett volna sok fogolytársam, s magam is kitekinteni a mártírok útjára, az életbe. Emlékszem, 1950. május 1-én felhallatszott hozzánk az utcabálók zenéje. Valaki elmondta, hogy ilyenkor piros drapériákkal szegélyezett dobogón folyik a tánc, a tangó harmonika hangjára. Sokan szerették volna látni a táncolókat. Voltak a zárkában, akik egymásra kapaszkodva néztek ki az ablakon. Ilyenkor egy magas termetű fogoly a cirkli elé állt, hogy testével elfedje a Júdás szemet. Hogyha az őr váratlanul beszólna, legyen idő cicegve jelezni, és leugrálni az ablakból. Egy ilyen kapaszkodásnál S. György építészmérnök hallgató megszólalt. Hiába erőlködtök, mert a főépület tetején lévő attika faltól úgysem láttok ki az utcára. Éppen azt akarja el a kilátást. Mi az az attika fal? Az attika vagy attika fal görög eredetű építészeti elem. Tulajdonképpen falazat, ami nem zár be, és nem tart semmit. Csupán a magas tetőszerkezetet van hivatva elfedni. Régen a rómaiak a diadalívek tetejére is attikát építettek, feliratok helyéül. Ugyanis néhány római hadvezér, bizony sokszor kétes dicsősége, nem fért el, még rövidítve sem a diadalkapu feliratain és domborművein. Így a ráépített attika felületét használták fel a maradék dicsőség felrovására. Az attikának ez a szerepe fennmaradt, mint például a barokk és az ampír attikák Loire feliratainál. Hát ettől nem láttok ti ki. Így tudtam meg pontosan, hogy mi az attika. Álltam a 83-as zárka előtt, és emlékeztem egy 1950 nyarán lezajlott esemény drámai pillanataira. Meszelték a 84-est, s ez alatt egyetlen délelőtre kitelepítettek bennünket a 82-es elé. Egy raptársunk életbevágó fontosságú dolgot, döntő vallomás egyeztetést akart megbeszélni a 82-esben lakó testvérével. Vállaltam a bekopogást, a hívást, a közvetítést.
Úgy rendeztük, hogy egy rakásban üljünk a cuccunkkal, a 82-es zárka előtt. Szerencsére a magas termetű öreg atyuska volt szolgálatban. Nem tudtuk, honnan vették a felettesek ezt a szelíd, nem idevaló emberséges öreget. Éppen szennyest szedett ki a folyosó másik végén lévő zárkából. Ez alatt kopogtam be a 82-esbe, s hívtam az ajtóhoz a testvért. A két fiú egymáshoz kúszott az ajtó alsó padló résénél. Ez alatt a 82-es zárka vamzerét, így hívták a besúgókat, hátul lefoglalták. A testvérek 10 perc alatt mindent elmondtak egymásnak, és ezzel megmenekültek. Hálás összepillantások és néma kiszorítások a batyuk fölött. Ezek voltak a legszebb pillanatok. Tovább mentem a 84-es elé. Itt voltam vizsgálati fogoly hosszú hónapokon át. Ebben az árkában sétáltam szinte karonfogva a halállal. Szerettem volna bekopogni, bemenni, de nem mertem. Hát, ha ez is műhely, s mint idegent nem szívesen látnak ilyen helyen. Csak álltam hát tétován az ajtó előtt. Láttam magamat, amint 10 évvel korábban, csíkos ruhában hoz cuccommal két őr, esz őrmesterrel, az árka elé. Motoznak, fenyegetnek, aztán csörgő kulcsokkal ajtót nyitnak, és átadnak a szoba parancsnoknak. Már csak számom van, nevem nincs. Én voltam a 25. az árkában. A következő hónapokban igen gyorsan szaporodtunk. A katonapolitikai osztály a félelmetes katpol létjogosultságának bizonyítására beugratókkal, agent-provokatőrökkel kreált új meg új ügyeket. Versenyzett az Andrássy út 60-ban székelő ávóval. Az árkában polgári, mondhatnám úri hangnem uralkodott. Majdnem mindenki értelmiségi volt, barátságosan fogadtak. A szobaparancsnok egy jezsuitának beillő, fegyelmezett katonatiszt volt. Valóságos aszkéta. Később, mint osztályidegent, leváltották. Bemutattak mindenkinek. Suttogva mutogattak 4-5 magányosan sétáló emberre. Ezek első fokon már halálra vannak ítélve. Még sohasem láttam halálra ítéltet. Ettől a pillanattól vágytam a közelükbe, s beszélgetni akartam velük. Megmutatták a helyem egy felső ágyon. Egy rossz szalmazsákot kaptam, semmi mást. Végtelen beszélgetésekben elmondtuk egymásnak életünket, sorsunkat és ügyünket. Lassanként tárult fel előttünk, hogy milyen sötét machináció áldozatai vagyunk. Beszélgetéseink közben elelhallgattunk, s ilyenkor éreztük, milyen roppant hálót dobtak ki a fejünk fölé. Teltek a hónapok, és lassanként megismertem az árka egyre súlyosabbá váló napirendjét. Az éhezést, a verést, az álmatlan éjszakák kínjait, a társak emberi, de elviselhetetlenné váló testi és lelki közelségét. Annyian lettünk, hogy még a felső ágyakon is hárman aludtunk. Ha bárhol az árkában kinyújtózkodtam, lábam mindjárt hozzáért valakihez. Idegességünkben semmiségeken összevesztünk, és a földön hemperegve verekedtünk egymással. Jó magam is. Főként a zsúfoltság ment az idegeinkre. Így emlékezve sokáig álltam a 84-es előtt. Egyszer aztán bekopogtam, de gyengén és tétován. Semmi válasz. Erősebben kopogtam. Megint semmi.
Mivel a szomszédos 83-asból némi mocorgást hallottam, oda kopogtam be, most már erélyesebben. Egy középkorú férfi jött ki. Mögötte beláttam a műhelybe. Többen dolgoztak odaben, fehér meg kék munkaköpenyben. A mennyezetről hosszú zsinóron villanykörték lógtak le egészen közel az asztalhoz. A munkaasztalokon csipeszek, drótok, finom szerszámok, villamossági eszközök, csillogó alkatrészek hevertek szalaszét. Szabad bemenni egy percre és körülnézni? Tessék! Tulajdonképpen a szomszéd szobába szerettem volna bemenni a folyosóról, de be van zárva. Igen, zárva tartjuk. Ott a raktárunk. Néhány éve itt hátul vágtunk egy ajtót, és most innen járunk hát, ha kell valami. Beljebb mentem. Valami megindultság tükröződhetett arcomon, mert kíváncsian és megilletődötten néztek rám. Többen letették munkaeszközeiket, körém sereglettek, és csak néztek, vártak. A sarokban néztem, ahol egykor a jó doktor Eszté ágya állt. Mindig csak fehér teniszcipőben járt. Abban tartóztatták le. Nagyon szerette Bartókot és Kodályt. Sokat imádkozott. Tetszett már itt járni? Igen, egy évet töltöttem itt, ezen az emeleten. Mondják, hogy ez az épület hosszú évekig börtön volt. Az. Az volt. Szótlanul kísértek a hátsó ajtóhoz. Valaki kinyitotta. Beléptem a 84-esbe. A négy ablakon át, mint mennyei ujjak mutattak be a napsugarak az egykori nagy zárka padlójára. Megrohantak az emlékek. Éjfélkor ébresztett fel bennünket az őr, és beordított a cirklin. Hej, banda! Ébresztő! Föl a hátakra a batyút, és 100 kilométer séta az ágyak között! Kecskemétre mentek! Cihelődtünk, és elkezdődött az őr ötletének a végrehajtása. Az öregeket hátra kísértük, lefektettük az alsó ágyakra, vagy az ágy alá. S a rabok elkezdték, hátukon a ruhabatyukkal, a vég nélküli vándorlást az emeletes ágyak között. Aznap én voltam a figyelő. Az ablakpárkányra tett kis piros fazék mögül kellett lesnem, hogy mit csinál az őr. Ha hátra ment a folyosó másik végébe, cicegtem, és pihenyt vezényeltem. Ilyenkor csak 2-3 fogoly topogott az ajtó előtt, a többiek pihentek, leültek az ágyakra. Néha az őr unalmában átment a másikhoz, és azzal jött elő. Kettesben jártak les föl. Beszélgettek. Láttam, amint odaálltak a folyosói vízvezeték kagylója elé, és egymást taszigálva belehugyoztak. Közben nagyokat röhögtek, sőt az egyik a sapkáját a földhöz is vágta. Így ment ez hajnalig. Csak ébresztő előtt egy fél órával volt takarodó. Reggelenként 2 órán át mosakodtunk. Kevés volt a vízünk és kevés az edényünk. F. Báró, senkivel sem törődve, félmeztelenül ugrált közöttünk Lábujhegyen. Reggeli tornáját végezte. Néhány tiszt kiterített fehér asztalkendőn szertartásosan társalogva eszegette a silány reggelit. Délelőtt várás, unalom, rettegés. Ki jön be, mit akar, kit viszel. Elbeszélésekből éltünk. Kirándultunk egymás lelkébe. Előadtunk egymásnak. Egyszer csak zajos kulcscsörgetés, zárkanyitás. Esz őrmester lép be 2 őrrel. Motozás, zaklatás. Szétszedni az ágyakat, kifordítani a szalmazsákokat. Ó, hányadszor már. Sápadunk a fogunkat, csikorgatjuk, de végrehajtjuk a parancsot. Folytó porszál. Ebédre sem vagyunk készek. Sárga borsó levesünket 1 órakor hozzák. Lassan kanalazzuk, mert 3-ig úgysem hoznak semmit. Addig alszik az őrmester, és szunyókál az őrség is. Várunk. Közben a sav marja a gyomrunkat. Végre hozzák a krumpli főzeléket. Befaljuk azt is, és kinyaljuk a csajkát. Az egyik sarokban földre vetett,
színnel rajzolt zsebkendőn kenyér galacsimból formált figurákkal ketten sakkoznak. Többen nézik. Egy lehajtott fejű, komoly férfi félig a fal felé fordulva áll az ablak alatt. Amikor arcát a fény felé fordítja, látom, hogy könnyezik, hogy csendesen sír. Oda megyek hozzá. Miért sírsz, Pista bácsi? Bibliai mondatokon gondolkodom. Emlékszel a megváltó beszédében arra a passzusra, amelyben a keresztről és a szenvedésről beszél? Pontosan úgy van, hogy vedd fel a keresztedet és kövess engem. Mi itt jajongunk, hogy mibe zuhantunk, panaszkodunk. Pedig tudatosan, aktívan kellene vállalnunk a szenvedést. Pista bácsi ügyvéd volt, és református. Alkonyodott. Körülöttünk, mint valami méhkasban, meleg emberi beszélgetésekből állt össze a zárkazsongás. Egyszer csak szép, lassú harangszó kezdődött. Ismertük már. Minden nap lehallatszott a Mátyás templomból. A kondulások méltóságosan keringtek a város felett. Az árka teljesen elcsendesedett. Sokan letérdelve fordultak alsó ágyukra, mások áltukból hajoltak a felső ágyra. Mindenfelé lehajtott fejeket láttam. Végre utolsónak még egy nagyot kondult a harang, és elhallgatott. A hanghullámok lassan szálltak el a Margit fölött, simogattak bennünket. Utána még nagyobb lett a csend. Esténként mindig megszámláltak bennünket. Ilyenkor a Vaságy utcában álltunk fel kettesével. Néha női őrmesterek vették számba az árkát. A szűk hely miatt kiálló mellükkel súroltak bennünket. Meg sem rezzentünk. Lefekvéshez készülöttünk. Vastag szumán darócunkat kocka formára hajtottuk össze, így kellett letenni a földre az ágyvas mellé. A szobaparancsnok ellenőrizte, mert aznap a halálfejű fagyasztó volt szolgálatban. Az követelte így. Bár mindenki nagyon fázott, de különösen az öregek, mégsem mertük a darócot magunkra teríteni. Mikor már mindenki feküdt, valaki a felső ágyon szépen, tisztán, lassan és nem nagyon hangosan elmondta a rabimát. Mindenható úrunk, mindenható úrunk, ki sújtasz és felemelsz annyi embert és népeket, hallgass meg könyörgésünket. Mi, kik veled a börtön szűk falai között őrizetlenül és zavartalanul beszélgethetünk, kérünk, hajolj le hozzánk szenvedőkhöz, és enyhítsd gyötrelmeinket. Csordultig a keserű pohár, amit bűneinkért inni adtál. Ó, Urunk, vedd el tőlünk a keserű poharat, bocsásd meg vétkeinket, és végtelen irgalmasságoddal bocsásd meg vétkeinket, hiszen gyarló emberek vagyunk. Adj erőt a bűnhődésre, ha bűnösöknek találsz, és erőt az áldozatra, ha bűntelenek vagyunk. Szűnjék meg végre a gyűlölet, és váljon valóra a te igazságod igéje, a szeretet. Teremtő úrunk, fordítsd a te jóságos szemedet méltatlanul szenvedő hozzátartozónk felé. Enyhítsd meg szenvedéseit szerető szülőnek, testvérnek, hűhitvesnek és ártatlanul nélkülöző gyermekeinknek. A te szereteted fénye melegítse árván maradt otthonainkat, és szárítsa fel a könnyeket. Úgy legyen,
Úgy legyen. Amen. Amen. Adj, Uram, minnyájuknak. Adj, Uram, minnyájuknak. Mielőbbi szabadulást. Mielőbbi szabadulást. Az ima után teljesen elcsendesedtünk. Néhány halk sóhaj és pokróc zizegés hallatszott ugyan még, de lassan már mindenki álmába merült. Ott feküdtünk magasítós vaságyainkon, mintha szuronyokon tartottak volna bennünket az ég felé. De lenn a bádok sárkány vigyázott ránk. Nem sokáig nyugodhattunk. Nagy zajjal zárták ki a harmadik emelet vasrácsos kapuját. Egy szakasz csizmás, fegyveres katona járta, dúlta végig a zárkákat. Alsó nadrágban ugráltunk le az ágyainkról. Már a szomszéd zárkából hallottuk át a pofozást, a jajgatást és az ágyak rángatását. Mint a lovak, amelyek már a hasukon érzik a káromkodó béresek, ostorvágta csíkjait, toporogtunk az ágyak mellett. Magam is sírtam, szűköltem félelmemben. Fáztam, remegtem. Ajtunk kivágódott. Elől a lárva arcú dühött náci. Bádok fogai villogtak. Gyerünk, gyerünk, tépjétek meg őket! Szólt hátra a becsörtető katonáknak, s már is kezdte a pofozást és a rugdosást. A katonák ránk rohantak. Széthúzták ágyainkat, szétdobálták holminkat, ütöttek, vertek, tapostak és rúgtak bennünket. Semmi okuk nem volt erre. Csupán náci élte ki látványosan terrorhajlamait rajtunk. Sikeres megfélemlítésünkért talán elismerést, kitüntetést, Attika feliratot várt feletteseitől. Meg is kapta, mert nem sokára hadnagyként láttuk viszont. Csatatér maradt a szobánk. A terror különítmény hamarosan a szomszéd szobában csattogott. Másnap is fekete napunk volt. Akasztottak. Abban az időben körülbelül minden 10 napban kivégeztek közülünk valakit. Ilyenkor délig nem volt ébresztő, ágyban kellett maradni. Kettős őrség cirkált a folyosón, és nagy csend nehezedett a házra. Azok, akik a kis halálajtó fölötti fronton laktak, néha még a harmadik emeletre is felhallották az ítéletolvasás mondatfoszlányait és az elítéltek végső, elkeseredett felkiáltásait. Istenért és hazámért halok meg! Vagy az őrület határait verdeső átkozódásokat. A kivégzéseket a 9,5 méteres fallal körülvett börtönudvaron a nyílt ég alatt hajtották végre. Az E-épület mögötti szűk udvar, mint hangtölcsér működött. A kivégzési mellékzöngéket később úgy korlátozták, hogy az akasztás alatt a közelben felállított teherautók motorjait berregtették. Néha délidőben is volt akasztás, mert sietve hoztak valakit, és az ítéletet azonnal végre kellett hajtani. október 24-én egy túl nagy hatalomra emelkedett, híres, nevezetes tábornokot akasztottak a Margiton, három társával együtt. Előző délután nagy kopácsolás hallatszott a kivégző udvar felől. A harmadik emelet arrafelé néző ablakából lopva kukucskáltak a foglyok, s látták, hogy a katonák tribünöket ácsoltak az akasztófákkal szemben. Mindenféle villanykábeleket húztak az udvaron át. Az ottani foglyok nem tudták, mire vélni a nagy készülődést. Másnap kora reggel harsány trombita szóra ébredtünk. A trombita szó már az utcáról behallatszott. Jó fennen szólt, B trombita lehetett. Azután kinyitották a vaskaput, és a katonák bemasíroztak. Amikor az udvarra értek, egy másik, magasabb hangú trombita zendített rá feszes ritmusú indulóra. A másik trombitás már igazi C trombitán fújhatott. Vészterhes hangja nagy izgalmat keltett bennünk. Két díszszakaszt vezényeltek hát ki a tábornok akasztás pompájára. A katonák persze nem tudták, hová viszik őket, amikor kiléptek a kaszárnya kapuján. A harmadik emelet haláludvar feletti részében sem ébresztették fel a rabokat, de mindenki élesen figyelt. Kitalálták a nagy udvari nyüzsgés értelmét. Hallották az ítélet szófoszlányait és egy pattogó katonai szónoklat mondatait.
Így járnak azok, akik a népi demokrácia ellen felemelik a kezüket. Néhány hónap múlva új vizsgálati foglyot hoztak a zárkánkba. Ó, egészségügyi őrnagyot! Láttam, ő is ugyanúgy átéli azt, amit már én is átéltem. Lassan ő is sarokba vonuló remete lett a zárkánkban. Sokszor húzódott be az ágyak alá, ahogy mi tettük, mint halak a mély vízbe. Egy este az októberi 4-es kivégzést emlegettük. Részletértesüléseinket raktuk össze. Ó, őrnagy az ágy alól hallgatta. Egyszer csak előmászott, és izgalmában akadozva elmondta, hogy a kivégzés napján délután, semmiről sem tudva, egy kórházi felszerelés vásárlásáról ment referálni M. Scholz orvostábornoknak a minisztériumba. A tábornok ingújban ült szobájában az íróasztalnál. Előtte üvegben ital és egy félig kiívott pohár. M. Scholz hajába turva hajolt irataira. Ó, őrnagy szabályosan jelentkezett és referálni kezdett. A tábornok félbeszakította. Ne referálj te ma nekem semmit, mert amit én ma a Margiton végignéztem, azt csak úgy tudom elviselni, hogy itt ülök és iszom a konyakot. Azután elmondta az őrnagynak a Margit aréna aznapi epizódjait. A kivégző négyszögben az akasztófához kísért tábornok gúnyos mosolygását a tribünön álló kollégái felé. Minden tábornoknak díszbe öltözve kellett megjelenni a kivégzésen. Elbeszélte a nyilvános lefokozást, azt a drámai jelenetet, amikor a halálra ítélt tábornok nyakáról, melléről és karjáról leszaggatták a síralomházban fércel felvart rangjelzéseket. Leírta a végső pillanatokat is. M. Scholz szinte megsemmisült saját elbeszélése alatt. Néhány év múlva egy másik arénában ugyanúgy fejezte be az életét ő is. Emlékezve jártam ide-oda az egykori 84-es zárkában. Egy facérszéket láttam meg a sarokban. Oda vittem a második ablakhoz. Ott állt egykor az én emeletes ágyam. Ráálltam a székre és kinéztem. Éppen abban a magasságban voltam, mint régen, amikor ágyamra könyökölve kiláttam a posta balotára, a közeli házak tetejére és a Schwab-hegyre. A posta palotán 1950. május 1-én vörös és kék drapériák között óriási Sztálin kép függött. Éjjel pedig a donzson, az öreg torony tetején három irányban vörösen fénylett az ötágú csillag. A rabok gyilkos humora ama május 1-én szürrealista képeket rajzolt elénk a Margit környékéről. A hatos villamos kisiklott, kocsiai siklóként szaladtak fel a várba, bort ittunk és palacsintát kaptunk ebédre. Sztálin képe eltűnt a postapalota homlokáról, és Truman, USA elnök képe repült a helyére. Sokszor hajnalban ébredtem, és ilyenkor sokáig gyönyörködtem az ablakkeretben elém táruló tájban. Ősszel a Schwab-hegy növényzete már lilás-vörös színekben pompázott. Tisztán láttam a bokrokat és a grundot, a fiúk délutáni labdarúgó helyét. Minden reggel 6:30-kor ide ért fel valahonnan a hegy mögül egy fiatal férfi. Megállt, nagyokat nyújtózkodott és tornázni kezdett a nap felé fordulva. A szomszédos ház emeleti erkélyére őszhajú néni jött ki, és két szök közé sárga paprika füzért akasztott. Minden nap megnéztem a paprika füzért. November elejére egészen piros lett. Máskor melegen sütő napsugárban egy fillér utcai magas ház tetejét figyeltem. Ide mindig nők jöttek kinapozni. Testhez álló trikóban áldogáltak, ültek, feküdtek hason vagy háton. Még táncoltak is.
Sokan néztük őket. Így kúsztak be hozzánk az ablakon át az élet színei. Csak amikor a kezünket a pokrócunkra ejtettük, és a zsúfolt zárkába tekintettünk vissza, tűnt fel valószínűtlennek a helyzetünk, hogy Buda zajos közepén, rabságban vagyunk. Leszálltam a székről, körüljártam még néhányszor a zárkát, és a hátsó ajtón keresztül átmentem a villanyfényes műhelybe. Megköszöntem, hogy beengedtek. Átmentem még az E alaprajzú épület másik ágába, a folyosó végébe. Ide hozták át a jogerősen elítélteket. Engem a 88-asba dobtak, amikor életfogytos lettem. Ott álltam az árka előtt, ahová már nem kopogtattam be. Agyam, egész valóm úgyis a múltban mozgott, nem volt szükségem újabb helyszíni támaszpontokra. A 88-asban annyian voltak, hogy nekem már csak a harmadik emeleti vaságyakon jutott hely. Amikor bedobtak, a takarodót már elkiáltották. Egy operaénekes állt az ágyon, és az olasz rádió esti híradását utánozta. Giornale Radio, kiabálta, és elkezdte a híreket olaszul halandzsázni. Aztán meg énekelt. Itt is éhezés, zsúfoltság, vita, veszekedés, izzadság, húgy és vécészag. Egyetlen szép emlékem ebből az árkából az esti mozi előadás maradt, mert bizony vetítettünk a sötétben. A rabok találták ki a mozit. A beszélő vetítő valamelyik felső ágyon ült. Közönsége tülekedett a jó földszinti helyekért. Pokrócokat terítettek a padlóra, rá ruhákat, és arra ültek, lehetőleg a beszélő közelében. De hát a második emeleti karzatról is jól lehetett látni a sötétben. Érkezésem napján éppen a francia parasztlány legendáját hallottuk, láttuk, akinek Lourdesban megjelent a csodatívő szűzanya. Franz Werfel Bernadett életéről készült filmjét vetítette egy katonatiszt már a második folytatásban. Bernadett és az apáca főnöknő szentségi küzdelmét tökéletesen magam előtt láttam. Nagy élmény volt ez a lelki vetítés. Rám is sor került. Én a Mexikói küldetés című filmet vetítettem. Ezt láttam ugyanis utoljára a szabad életben. Jó hosszan, részletesen beszéltem el azt a jelenetet, amikor a basa földes úr a lovát veri ostorával. Hogy ágaskodik, tajtégzik és rázza zabláját a mén. Az esőért könyörgő népi körmenetet sem felejtettem el alaposan ecsetelni. A mexikói nép imádkozva és énekelve halad a processzióban, lobogóit meghajtotta a kiszáradt kutak előtt. Nem lehet azt elfelejteni. A vetítés alatt a nagy azonosulás csendje uralkodott a zárkában. Sok filmet prolongáltunk. A küldetést kétszer adtam elő. Mivel már jogerősek voltunk, vártuk elszállításunkat. Napjaink lassan és keservesen teltek. Már alig tudtunk, miről beszélgetni egymással. Csak a kivégzések ráztak fel bennünket valamennyire. Egy hatos kivégzési nap délutánján nyomott hangulatban ültünk az árkában. Tudtuk, hogy az aznapi hat elítélt közül egy kegyelmet kapott. Csak azt nem tudtuk, hogy ki az. Este felé, amikor már erősen sötétedett, az egyik rabtársunk felkapaszkodott az ablakhoz, és átnézett a szomszédos szárny felső ablak sorára. Egyszer csak azt láttuk, hogy heves mozdulatokkal integet át valakinek, de mindjárt le is szólt az ablakból, hogy fiúk, D. Pista él! Integet a szemközti ablakból! Ő kapott hát kegyelmet. Erre mi is kapaszkodni kezdtünk. Mindenki látni akarta D. Pistát, aki a kivégzés után ki akarta vetetni szájából az aranyhidat, hogy adják át a feleségének. Mivel tudtuk, hogy D. Pistának kedvenc dala volt, a Candlelight keringő, az egész zárka rázendített a dallamra. Az elcsépelt dallam fenségesen szólt a szomorú falak között.
Már lefelé haladtam a lépcsőn. Nem számoltam a fokokat, mint 10 évvel ezelőtt szokásom volt a rabságban. Az egyik ablakból megpillantottam a Margit attikájának sarkát, s V. építész barátomra gondoltam, akit nemrég kérdeztem meg az attika miben léte és története felől, amikor a Nemzeti Múzeum mögött találkoztunk. Az attika? Díszfalazat az épület tetején. Látod? Mutatta. A Nemzeti Múzeum hátsó homlokzatának orrán is az van. Ez egészen sima, klasszikus. Amott a Festetics palotán a magas tetőt fedi el. Sokféle építészeti megoldása van. A Festetics palota tetején apró oszlopokkal van kombinálva. Ha erkély szélén áll az attika, mint itt, a még romokban álló Károlyi palotán, a régi olasz követségen, látod, akkor már korlátnak nevezik. Igen, a római diadal ív nem más, mint egyetlen boltív, fölötte attikával. Erre írták rá a hadvezér sokszor kétes dicsőségét, azt a részt, ami a diadal ív felületére már nem fért rá. Volt hadvezér, aki az attikára hatalmas bronzbetűkkel az instinctu divinitatis kifejezést is feliratta, ami azt jelentette, hogy az istenség sugallatára vitte végbe hősi tetteit. Voltak hadvezérek, akik, hogy diadalívet kaphassanak a szenátustól, és diadalmenetet tarthassanak, véres háborúkat vívtak keleten, Afrikában és Hispániában. Népeket írtottak ki, 1000 meg 1000 hadifoglyot hurcoltak Rómába, hogy ezekkel a diadalmenetüket még méltóságosabbá tegyék. A szenátus végre is megsokalta és betiltotta ezeket a véres diadalmeneteket. Hát, ilyen emlékeket őriz az attika. Fejezte be, és megigazította piros sáját. Észesen vettem, hogy leértem a földszintre. Az udvarra nyíló kis halálajtót is elhagytam már, és lefelé haladtam az alaksorba. Ide jártunk lefürödni, havonta egyszer. Mindjárt a lépcső mellett volt lenne egy mindig zárt titkos kamra. Ebben őrizték az akasztófákat és a koporsókat, amikbe a sokszor megrugdosott és megköbdösött elítélteket dobták a kivégzés után. Borzadva rohantunk el a kamra mellett hiányos ruháinkban, vállunkon a törülközővel, mert mindig sietni kellett. Az előző csoport még fürdött, s nekünk addig hátratett kézzel kellett állni a fal felé fordulva. Az őr a fürdőhelyiség bejáratánál zaklatta a benti csoportot. Mi lesz? Gyerünk már! Egyszer a halálkamra ajtaja elé kerültem a sorban. Orrom előtt volt a cirkli. Félretoltam és benéztem. A falak közt drótok voltak kifeszítve. Az egyiken daróc zubbony ölelte át a semmit, a másikon egy daróc nadrág V betűje nyúlt a végtelenbe. A harmadikról, mint egy különös pont, daróc sapka lógott le a homályos térbe. Úgy hatott a három ruhadarab, mint egy kivégzett, elítélt absztrakciója. Csendben felmentem az udvarra vezető kisajtóhoz, s kiléptem rajta. Az udvar. A séták és a vesztőhely szintere. Hányszor kígyózott rajta végig a rabok fekete serege. Fejet leszegve, kezeket hátratéve, négyes sorban kellett menetelni. A fal mellett és az udvar közepén fegyveres őrség figyelt, kiabált ránk. Az emeleti ablakból is vizsgáló szemek fürkésztek bennünket. Jaj volt annak, aki valamelyik társához szólni mert, vagy akár csak intett is. Sokszor az udvar közepén sárba, pocsolyába fektetve fegyelmeztek meg bennünket. Különös látvány lehettünk télen, amikor repülő gombbal, madzaggal összefűzött darócunkban dideregve meneteltünk. Néha náci, a bádogfogú politikai tiszt dühötten vezette a sétát. Kegyetlenül futtatott bennünket. Parancsára körül kellett járni a 4+2 akasztófák helyét a kisajtó közelében. Az akasztófák helye olyan volt, mint a városi bérházak víz elvezetője az udvar közepén. Kanális lyuk, tömör vasfedővel. Kivégzésnél a vasfedőt levették, és a lyukba állították az akasztófát. Egészen a lyukhoz kellett mennünk. Náci ordított. Látjátok, ebbe a lyukba folyik le az élet.
A tiétek is itt folyik majd le, bitangok! Nyomás! Előre! S már rohanni is kellett. Az egyik séta végén a sárhányónál toporgás és bakancs pucolás közben óvatosan hátranéztem, hogy a sor végén haladó P. halára ítéltől, akinek másnap volt a tárgyalása, legalább egy pillantással búcsút vegyek. Utoljára láttam sárgára sápadt, lesoványodott arcát. Vonásai valahogy furcsán körbefutottak. Mosolygott, de mosolya vigyorhoz hasonlított. Barátságosan intett a fejével, de szemében kétségbeesés és könyörgés volt. A fal melletti akasztófák helyén a lyukak régbe voltak már temetve. Az egykori vesztőhelyen vidám és erős munka jelenetnek voltam a tanúja. Hatalmas teherautóról brikettet hánytak le. A földön már jó korahalom volt, de a kocsi még sok. Egy nagy darab szőrös, kormos ember óriási szívlapáttal hányta le a feketén pergő széntojásokat. Lenn a földön pufajkás fiatalember lapátolta tovább az alaksor felé. Lapátolás közben megköpték tenyerüket, kiabálva beszélgettek egymással és vaskos viccekkel szórakoztak. Körüljártam őket, észre sem vettek, nem törődtek velem. A teherautó mögül még egyszer az egykori vesztőhely felé fordultam. Ekkor pillantottam meg a falon a képet és a feliratot. Vastag villanydrót futott le mellette fölülről lefelé a földbe. A drót mellett kép, keresztbetett lábszárcsontok fölött halálkoponya és a felirat. Vigyázat! Életveszélyes! Kifelé haladtam az épületből. A kapuban az őzbajuszú szemüveges öreg egykedvűen viszonozta köszönésemet, és továbbolvasta a sárga fedelű regényt. Kiléptem a kapun. Másodszor is élve hagytam el a Margitot. A vérmező utcából visszanéztem az épületre. A sarkon ott ült a bádog sárkány. A fekete római rácsokat még kivettem az ablakokban. A homlokzat háromszögletű timpanonja, mintha szem lett volna, úgy nézett rám. Vörös csillag volt benne. A fokhíjas Attika sárgálott. Kémény füstölt benne. Nem volt rajta felirat. Végantal, erdei föld, virágföld. Már előre eltervezték, hogy az állomásról taxival jöjjön be a mama. Igaz, villamossal is csak két megálló, de a taxi nem több egy tízesnél. Biztosan sok lesz a csomag, miért tolakodjanak hát villamoson? A mama nehezen tudna rá fellépni, esik az eső, könnyen megcsúszna. Hosszú volt a vonatút, nem a világ az a tízes. Megérdemel ennyit a mama. Nagyon várták már a mamát. Végre lesz három napja, amit a fiával menyével tölt. Három nap. 40 esztendő alatt se volt, hogy három egész napot pihent. Nem fog négykor kelni, este szürkület után nem járja lámpással az udvart, tyúkólat bezárni, moslékot a disznónak, libát se töm, késő, korom sötétben nem rohan a tejjel, hogy jaj, csak be ne zárja még Julis a csarnokot, mi lesz ezzel a tejjel, ha későn viszi és nem veszik át. Nagyon szép, kellemes, három pihentető nap várt a mamára. Megállt a szoba közepén, körül-körül megnézte a falat.
A bútort jónak találta, csak azt mondta, hogy annyi pénzért igazán be is festhették volna. Kipakolt. Nagy veszőkosárban almát, tojást, diót, füstölt húst hozott. A húst otthon nincs, aki egye. Ajjaj, ő már 10 esztendejénél is több, hogy diétázik. Az öregnek meg mostanában mindig azt ajánlja az orvos, hogy csak húst ne. Füstölt húst meg soha. Mit is csináljanak hát akkor otthon a hússal? Nem veszi meg senki. Ha valaki venni akar, akkor inkább konzervet vesz. Olcsóbb is, frissebb is. De hát azért disznót csak muszáj ölni. Hosszú az esztendő. Alig ültek le. A mama arról panaszkodott, hogy rosszul érzi magát. Fáj a feje. De hát nem baj az. Van neki kéznél por, pirula is, majd csak használ valamelyik. Egyik dobozban, másik üvegben. Nem is tudna meglenni már ezek nélkül. 10-20 esztendeje, hogy némelyiket szedi. Vagy több is? Tudom én, mi baja van a mamának? Mondta a fia. Itt nálunk, hogy központi fűtés van, száraz a levegő. Aki megszokta, az könnyen viseli, akinek szokatlan, annak megfájdul a feje. Biztos a mamának is emiatt fáj. Dehogy? Mondta rá. Fáj nekem mindenütt. Ha itt vagyok, ha ott, ha dolgozok, ha nem, fáj az mindig. Isten tudja mióta. Az orvosok mondanak valamit, adnak is, de mi haszna? Elnyűttem. Így mondják. A menny meg a fia csak nézik a mamát. Elnyűtt. 20 éve fáj a feje, te jó Isten. A menny éppen most 20. éves. Vacsorával várták. Töltött káposztát készített a menny. A darált húson kívül vett egy 1/2 kiló oldalast is, így írja a szakácskönyv. Terítettek. Hogy legyen megadva a módja, 2 papírpohár tejfölt vettek. Ott volt az is az asztal közepén egy mártásos tálkában. Te jó ég, mondta az öregasszony. Ennyi rengeteg káposztát csinálni. Nekem meg apátoknak 1 hétig tartana. Nekem? Nekem tarthatna tovább is. Nem ettem én káposztát mióta. Ha én ebből megennék most egyet, reggelig le nem tudnám hunyni a szemem. Reggelre tán ki is teríthetnétek. A mama a tejfelből evett, megkent vele vékonyan egy szelet kenyeret. Az volt a vacsorája. Kínálhatták akármivel. Később még egy narancsból 2 szeletet elfogyasztott. A többit, ha nem kell már másnak, tegyék el egy pohár alá, majd jó lesz holnap. A fia meg a menny bekapták felét-felét egyszerre. Amikor leszették az asztalt, a mama még mindig a káposztákat nézte. Sokalta. Rengeteg káposzta. Nevetve mesélték neki, hogy legutóbb vendégség volt, és akkor meg 105 darabot töltöttek. Elfogyott mind. Egy barátjuk, egy Teke nevű, egyedül 9-et evett meg. Te jó Isten, mondta rá a mama. Apátok is tudott enni valamikor, de ennyit? Hiszen nektek akkor a fizetéseteket eleszik az ilyen barátok. Vigyázni kell az ilyen emberekre. Ígérték, hogy vigyáznak, és nevettek. Utána, hogy még mindig fájt a mama feje, poharakba, vázákba, meg egy nagy széles tálcára is vizet öntöttek. Elhelyezték a szobában, 6 párologjon, hát ha a levegő nedvessége szünteti a mama fejfájását. Jól érezte magát a mama. No, álljátok, mondta. Nem is emlékszem rá, hogy valaha is ilyen jól éreztem volna magamat, mint itt nálatok. Ez az állandó meleg. Hát ettől nagyobb kincset Isten nem is adhat az embernek. Megérez mindent? Hogy kitalálták ezt a fűtést? Ott az a nagy vas, az ablak alatt, aztán fűt. Olyan meleg ez mindig, mintha katlan lenne a belsejében. Oda ment és megtapogatta. Lehúzta a cipőjét, lábát a fűtőtesthez dörzsölte. A fia és a menny kellemes érzésekkel nézték. Hála Istennek, hogy jól érzi magát a mama. Igazán ráfér ez a 3 nap vendégség. Hát én nem is emlékszem rá, mondta melegedés közben a mama, hogy a nyár vége óta volt-e olyan idő, amikor nem fázott a lábom. Fázik az éjjel-nappal. Húzhatok én erre akárhány zoknit, akármilyen meleg cipőt, csizmát, fázik. Ez ősztől tavaszig fázik. Sokszor még aratáskor is.
Én nem tudom, mi van az én lábommal. Ősz végén különösen le akar szakadni. Akkor nem lehet járni csak gumicsizmában, olyan nagy a sár az udvaron, hisz tudjátok. Nincs a hideg sártól rosszabb a világon. Estére már belefájdul az ember csontja is a fázásba. Melegíted én aztán Sparhertnél, kájhánál, de nem úgy van, mint itt. Tömheti az ember azt a kájhát lignittel, barcikaival. Megette a fene. Elmegy a meleg a kéményen. Este meg, ha lefekszek, fázik a lábam tovább. Reggelig se bír felmelegedni. Még lefekvés után is teszünk a tűzre. Pedig vigyázni kellene a szénre, el se hiszitek, milyen nehezen tudtuk 10 mázsát szerezni. Megkezdtük már augusztusban. 100 forint külön a fuvarosnak a fuvardíjon felül, hogy hozza abban a pillanatban, amikor megérkezik a vagon. Ez csak 100 forint? 100 forint megint a tűzéped a raktárosnak. Szaladjon le, ha megjön a szén, hogy rohanjon az öreg azonnal, mert előre nem lehet ám kifizetni. Arra meg, hogy 7 számra, hónapszámra, délelőtt, délután kijárjon az ember vagont lesni, kinek van ideje? Na, ez eddig 200 forint. Meg még persze a szénára. De hát még így se tudtunk szerezni csak 10 mázsát. Reggelre olyan hideg az a szoba, mintha soha se tüzeltünk volna benne. Hajnalban, amikor kelünk apátokkal, még a lélegzet is látszik. Ülnek együtt az asztalnál, a mama élvezi a meleget. Az öreg az olyan, mint a medve, folytatja. Az nem fázik. Aztán, hogy ő nem fázik, azt hiszi, nem fázik senki. Mindig olyan volt egész életében. Ha neki belege volt, ki kellett nyitni az ajtót akkor is, ha más meg már vacogott. Egész éjszaka horkol. Mit bánja az a hideget? Én meg éjfélkor bár felébredek, bevehetek én 2 altatót, és akkor se tudok már azután aludni, csak fetrengek. Hajnalig. Várom, hogy világosodjon az ablak. Sokszor el se hiszem, hogy valaha reggel lesz, olyan sokára virrat. Az öreget meg mindig kelteni kell. Most nem tudom aztán, hogy kell fel magában. Kiengedi reggel a malacot a csülhére. Mert ha nem kér korán, az ember nem tudja megetetni a disznót, mire hajt a kondás. Az öreg nem nagyon bánja. Kizavarja a malacokat éhen is. Azt mondja, majd eszik este, ha hazajön. Nappal meg, míg odakint van, egyen fődet. Ilyeneket mond. Nevetik mind a hárman. Bizony, az öreg. Annyi baj van vele. Elég lenne egy embernek reggeltől estig utána járni. A múltkor is kiabál befele a csűrből, hogy menjek ki, menjek ki. Kimegyek, hogy lássam már, hogy mi leli. 2 lécecegelt össze. Elejtett egy ceget. Na, én menjek ki, vegyem fel. Adjam a markába. Adja a fene. Vegye fel magának. A mama a fűtőtesthez húzódik, melegíti magát. Oda nyújtja a lábát egész közel. A fia meg a menny hallgatják. Nézik a mamát. Ők távolabb ülnek az asztalnál, egyikőjük se szereti a meleget. A mama csendes. Úgy van vele, hogyha besötétedik, már álmos. Sokszor ülve is szunyókál, de ha lefekszik, kimegy az álom a szeméből. Most is majd leragad a szeme. A fia meg a menye éjfélig akkor se fekszenek le, ha semmi dolguk nincs. Olvasgatnak, beszélgettek éjfélig, a dolgokat sokszor még 2-ig is fent vannak. A mama álmélkodik rajta. De legjobban azon, hogy másnap aztán mikor kelnek fel. Hát nem okosabb lenne korán feküdni, felkelni hajnalban? Este villany kell. Hajnalban meg, amikor virrad, akkor már nem. Okosabb lenne így. Eltervezik, hogy mit csináljon a mama 3 nap, amíg itt lesz. Mehetnének moziba, színházba is. Na, még csak az kellene, tiltakozik a mama. Nem való olyan helyre kendősön menni. De miért ne? Nem törődnek ők vele, hogy mama kendős. Nem szégyellik ők a mamát. Menjenek csak nyugodtan, már megvették a jegyet is. Hogy tiltakozik a mama. Menjetek csak ti magatok, ha már elterveztétek. Én addig üldögélek itthon. Legalább melegszek. Megmondta az öreg is, amikor eljöttem, hogy nem ászkáljak és sehova. Üljek itthon nálatok. Így lesz, az menjetek csak ti magatok. A menny azt mondja, hogy maradhatna a mama nem csak 3 napig, tovább is. Még csak az kellene. Megmondta az öreg, mikor ára legyek otthon.
De meg ha nem mondta volna is, akkor is mennem kell. Ajaj, hogy felfordítja a házat, amíg én itt vagyok. Egy hét is kell hozzá, amíg majd rendbeszedek mindent. Úgy szokott, ha elkészítem neki az ennivalót 3 napra, első nap meg második nap délre megeszik mindent. Aztán még haza nem megyek, éhezik. De az nem, hogy csinálna magának valamit, még tüzet se gyújt. Várja, hogy menjek hazafele, ilyen az. Egyszer is, amikor Debrecenben voltam, megmondtam neki, mit hogy csinálja, mire legyen gondja. Hát azt hiszitek, törődött vele? Rábíztam, hogy legyen a kotlón a 2 szeme. Figyelje, ha leszáll a fészekről, tegye vissza, mert kihűl a tojás, aztán nem kél ki egy se a kotló. Leszáll, de hogy tette vissza? Az a büdös kotló meg a konyha földjé kikaparta, oda fészkel. Vájt egy jókora gödröt. Nem ült az vissza a tojásra. Kihaigálhattam egytől egyig mindet. Egy fia csirke se lett a kotló aljából. Ajaj. Még a 3 nap is sok. Nem, hogy tovább maradjak. Így se tudom, minek megy ki a hátán az öreg, mire én hazaérek. Egyre csendesebb a mama. Ágyoznak. Le fognak feküdni. Lefekvés után mindenkinek könyv van a kezében, a mamának is. Olvasnak. Valamikor mennyire szeretett olvasni a mama. Most már csak hébe-hóba olvas. Nappal nincs idő, este hamar elálmosodik, éjszaka olvashatta, egyszer meg is próbálta, hogy éjfél után soha se tud aludni, de felébredt rá az öreg, hogy ég a villany. Akkor a patáliát csapott, na ez az asszony vénségére bolondult Peki, az Isten halott ilyet, ahelyett, hogy aludna éjszaka, olvas, égeti a villanyt. Hát nem lopja ő a pénzt? Nem lenne így elég a villany számára Dáriusz kincsese? Ezt aztán még egyszer meg nem merje tenni. Lánykorában elbújt, ha tehette, úgy olvasott. Dolog mindig volt a ház körül, fiatalasszony korában, meg ha elment otthonról az ura, egy-egy órát szakított az olvasásnak, utána aztán lótott, futott 2-szer olyan gyorsan, mint egyébkor, nehogy elmaradjon az olvasás miatt a dologban. Most már olvashatna, néha. De mit csináljon, ha olyan hamar elálmosodik? Nem megy már az olvasás, belefájdul a szeme. Most is olvas néhány sort, aztán megdörzsöli. Olyan rossz, ha mostanában olvas valamit, rögtön elfelejti. Régen napokig tudott rajta gondolkozni. Most meg sokszor már, mire a lap aljára ér, elfelejti, mi volt az elején. Mit csináljon, ha így elnyűtt minden? Végül csak hagyjál, de az öreg, ha múltkor is felül a biciklire, a másik menje bicikliére, az egy női gép, elmegy vele a tanácsházára, aztán délfele visszajön egy férfi gépen. Pedig neki még jobban fogna a feje, de ő meg egy nehány esztendeje meg van zavarva. Az elnök zavarta meg azzal, hogy örökösen hazudott, ígért fűt, fát, vízre vitte a falut. A mama gyakrabban dörzsöli a szemét, olykor leleteszi a könyvet, elmereng. Aztán olvas újra egy-néhány sort. Egyszer csak a sezlón mellett a szőnyegen csattan a könyv. Kiesett a mama kezéből. A fia lábújhegyen a kapcsolóhoz megy, eloltja a villanyt, pedig még nincs 10 óra. A mama alszik. Összekucorodva elfér a sezló a harmadán is. Sovány kis madárteste hozzászokott, hogy összekucorodva aludjon. Pedig hát itt alhatna kinyújtózva, nemhogy dunyha nem kell, még a paplan is túl meleg. A fián is csak egy pokróc van, mégse fázik. A mama álmában otthon van, zsörtölődik az öreggel. Ha felfelrebben, nem tudja mire vélni, nem fázik a lába, és olykor enged magán egy-egy kicsit, nem húzódik össze, mint a katica bogár, ha fűszállal megérintik a szárnyait. Amikor a fia és menye elalszik, ő akkor ébred. Első pillanatban nem is tudja, hol van, csak a meleget érzi, elengedi tagjait, jól esően nyújtózik néha. Egyre forgolódott, megint fájt a feje. Alig várta, hogy reggel legyen. Nézte az ablakot, de az olyan fekete volt, mintha korommal kenték volna be. Nem lehet már nagyon messze a reggel. Forgolódott megint, és úgy fájt a feje, ahogy otthon is csak ritkán. Nem bánta ő meg, hogy eljött a fiához, de hogy is bánta, csak hát mégis jobb, ha ők jönnek haza. Nekik mégiscsak könnyebb. Elfelejtette azt is, hogy holnap után a tejcsarnokban korpát osztanak.
Azt még akkor este ki kell váltani, mert jutányosan adják. Julis, a teljes asszony alig várja, hogy valaki ne vigye el, kiváltja ő magának 1,50 kilója, szabadon meg 3 forintnál is több. Vajon nem feledkezik-e meg róla az öreg? Jár nekik most korpa több egy mázsánál. Na, ha az öreg ki nem hozza, akkor... Akkor ő rászakítja a csillagos eget. Péblából szöszmötöl az udvaron. Ahova meg kellene menni, oda nem megy. Hát így tegye ki ő otthonról a lábát. Még szerencse, hogy késő ősz van, nem nyár, vagy tavasz. Mert akkor aztán igazán nézhetne maga körül, ha hazamegy. Egyszer is elment, aztán mire hazakerült, a szarka elhordta a kis csirkéket. Pedig akkor is hogy meghagyta az öregnek, vigyázzon a csirkékre. Aztán a végén még neki állt fejjebb, azt mondta, nem madár ijesztő ő. A feje sincs jól. Nem elég ebben a párnában a toll. Hogy lehet ezen feküdni? 6-kor már derengett. Elgondolta, ha otthon lenne, már több mint 2 órája végezni a dolgát. 7 órakor már látta a falon az órát. Számolta a perceket. Ő már rég felkelt volna, de a fia menye még alszik. Dehogy zavarja őket. Gondolt ő rá, hogy sokáig fog ágyban maradni, hadd pihenje ki magát, de ez a fekvés itt még szörnyű, mintha holtfáradtra dolgozta volna magát. 8 óra felé felült. Oda nézett, ahol ők feküdtek. Nem hallom magam. Egyenletesen szuszogtak mindketten. Hallgatta a lépcsőházban a lépteket, számolta, hogy alul a patyolatban hányadjára csapódik be az ajtó, hányan jártak már ott ma. A fia, a menye még mindig aludtak. Most már ott is fájt a csontja, ahol nem nyomta a sezlom. Csak a meleg. Az esett jól most. Az emeletes ház udvarának hangjaira is figyelt. Nagy dübörgő lépteket hallott messziről. Aztán vele jött egyre közelebb egy-egy hosszan elnyújtott kiáltozás is. Eleinte csak a reket hangot hallotta, de nem értette az értelmét. Végre pontosan hallatszott az ember egymás után többször ezt kiabálta. Erdei föld! Virág föld! Várt egy kicsit, aztán megint. Erdei föld, virág föld! Szeretett volna kinézni az ablakon, de ahhoz fel kellett volna kelni. Ha ő felkél, felébred a fia is, és azt nem akarja. Ha már eddig kibírta, kibírja még, hisz csak felkelnek azok is egyszer. Lehetetlen, hogy meg ne unják a fekvést. Tudta, a fia soha nem szerette, ha felkeltik. Azt szerette, ha úgy kél fel, hogy magától ébred. Aztán most ide jön ő, az anyja vendégnek, aztán éppen ő költse fel. Szerette volna megkérdezni azt is, hogy miért kiabál az az ember. Egy ideig megint csend volt az udvaron, aztán újra hallatszott. Erdei föld, virág föld! Még néhányszor kiáltotta a rekethangú ember, aztán eldübörögtek léptei a hangjával együtt. Már csak a kiáltás hallatszott, de ő most már tudta az értelmét. Magában hozzámondta, hogy erdei föld, virág föld, vajon mi lehet ez? Te jó Isten! Amazok még most sem mozognak. Hát létezik ez. 9 óra is elmúlt. 9:45. Vajon megharagudnának, ha ő fölkelne? 9:50 mutat az óra. Azt se tudja már, éle, hal-e. Meddig lehet ezt még bírni? 10 órakor szálltak le az ágyról. A fia csak úgy pizsamában beült a fotelbe, beszélgettek újra. A fia kérdezgetett.
Jól aludt-e, kipihente magát, ők előbb is felszoktak kelni, de hát azt akarták, hogy a mama pihenje ki magát jól. Reggelihez ültek. A mama csak teát ivott. Olyan fáradtnak és törődöttnek érezte magát, mint a hajnal óta szőlőt kapán. Még tán ez attól is rosszabb. Mert ha kapál és kifárad, akkor jól esik leülni. De most még az is terhére van, ha ülni kell. Nem lehet ezt sokáig kibírni. Reggeli közben mondogatni kezdte, hogy otthon lenne neki a helye, az Isten tudja, mi lesz, amíg ő itt tölti a drága idejét. Már leszették az asztalt, még mindig beszélgettek. Hogy lenne hát, hova kellene elvinni a mamát? Elmentek a mennyel vásárolni. Még dél sem volt, hazajöttek. Megvettek egy boltban mindent. A mama egy fekete kendőt is vett magának, oda tartotta a világosságra, úgy nézte, hogy milyen ritkás a szála. Nem szőtték elég sűrűre. Hogy a fene a kezit? Szaladt ki a száján. Amiért nem csinálta már meg jól, aki szőtte? Az eladó azt felelte rá, megvan az olyan jól szőve, mint ahogy maguk megkapálják a csoportban a krumplit. A mama a menyétől kérdezte meg, honnan ismeri őt ez az ember, honnan tudja, hogy ők a csoportban vannak. Zavarában megvette a kendőt. Még kirakatokat néztek, úgy jöttek haza. Az ebéddel nem volt sok baj, előre elkészítette azt is a menny, még mielőtt megérkezett volna a mama. Megint ültek és beszélgettek, hova kellene hát elvinni a mamát. Ő újra csak azt hajtogatta, micsoda zűrzavar lehet már otthon, ajjaj, vajon mit csinál magában az öreg. Ha már megevett azóta mindent, mire ő hazaér, kitér a hitéből. Nem szereti, ha éhes. Olyankor jobb, ha nem is szól hozzá az ember. Amikor megkérdezte, mit kiabált reggel az udvarban az a rekett ember, mi az, hogy erdei föld, virágföld, nevetett, hogy na még ilyet, árulják a földet. Egy zacskóval 2 forint. Hát igen, aki virágot akar ültetni, az persze, hogy megveszi pénzért. Honnan is vehetne máshonnan földet a cserébe? Na, ezen fog legjobban csodálkozni az öreg, ha elmondom néki? Nevetett újra. Közben azon töprengett, mi lenne, ha nem várná meg azt a 3 napot, ha elébb elmenne. Mert csak ugyan jó, itt kényelmes minden, de hát még egy ilyen éjszakát kibírni, most is olyan fáradt már, majd összeesik. Ha leül, az még rosszabb. Gondolkozott rajta, előhozakodjon-e vele, vagy sem. Mégis van valami, amit szeretne megnézni. Amikor a fia még iskolás volt, mindig szerette nézegetni a könyvében azt a sokféle állatot. Azóta is mennyi mindent olvasott róluk. Valahogy úgy volt vele, hitte is, nem is, hogy léteznek. Hát most megláthatna belőlük sokat, ha kimennének az állatkertbe szétnézni. A fia, azt tudja, nem megy vele, annyira írtózik mindenféle kígyótól, de hát, ha a menye kikísérné. Nem vágyik ő egyebüvé sehova, se moziba, se színházba, elég lenne neki annyi is, ha végig nézni az állatkertet. Persze, hogy szívesen elkísérte a menye. Alig mentek el, már is jöttek vissza. Szerdán szünnap van. Ma éppen szerda. Ma nem lehet ott szétnézni. Holnap már lehet 9-kor. Kora délután volt. Újra leültek a fotelekbe. A mama ült a legkényelmesebben, párnát is tettek mellé. A testének még az a része is fájt, ahova csak a párna ért. Elviselhetetlenül és kibírhatatlanul fájt mindene. Látta a fia meg a menye arcán, hogy rosszul esik nekik, amiért ő nem érzi jól magát. De hát mit csináljon? Nem úgy van az, hogy csak azért érezze jól magát az ember, mert muszáj? Vagy azért pihenjen, mert muszáj? Már mindent elmondtak a faluról, amit csak lehetett. De még akkor is hol volt az este? A mama megint arra célozgatott, hogy otthon mi lehet. Meg aztán nem érdemes neki nappal utazni. Utazhatna éjszaka is. Elég neki annyi az alvásból, amit a vonatban alszik.
Kiment a konyhába egy pohár vízért, tablettákat vett be a fejfájás ellen. Amikor visszajött a vízzel, a menye rászólt, hogy igazán miért fáradt, kiment volna ő szívesen, ne fárassza magát, hoz ő vizet, ha kell. A mama arra gondolt, ha ma otthon van, talán 20-30 vedérrel is felhúzott volna a kútból már ekkorra. Mennyi vizet kell ott húzni egész nap? Megint beszélgettek. Egy nap? Az csak egy nap. Miért is kellene neki a holnapi napot utazással tölteni, amikor éjszaka is mehet? Igen, de ha holnap éjszaka ül vonatra, akkor csak holnap után délbe ér haza, akkor már több, mint három nap. Az öreg meg azt mondta, három napnál nem maradjon tovább. Ő nem veszi harmadik nap után a nyakába ennek a sok tyúknak, minden egyébnek a dolgát? Elég neki már az is, ha azt a munkát elbírja végezni, ami a csoportban van. Neki már az is sok. Amikor mondta, hogy megy, a fia és a menny hallani se akartak róla. Hát csak ilyet nem tesz, marasztalták. Aztán aznap este, amikor kikísérték a mamát a vonathoz, és visszajöttek az állomásról, sokáig ültek a fotelben szótlanul. A menny kiment a konyhába, hogy elrendezze az ételeket, amiket a vendégségre főzött. A fia leült a fotelbe, és nézte a melegítő testet, amelyikhez a mama tegnap este az örökké fázó lábait dörzsölte. Azon gondolkodott, hogy a mamának soha, soha az életében nem volt még egyetlen napja sem, amit pihenéssel tölthetett volna. És nem is lesz ezentúl sem. Szeretett volna még sokat beszélgetni vele. A falut, a kertet, a hosszú akácfasort látta maga előtt. Mi lesz, ha nem lesz többet a mama? Sovány, fáradt teste elnyűvik egészen. Nem marad más utána csak az a fekete erdei föld, kemény törzsű magas fák és a mézédes illatú virágok földje. Figyelem! Szintetikus hang következik. Üdvözöllek, szép napot! E-mail címem parkereső.prozak@gmail.com. Webhely parkereső_prozak.blogspot.com. Talán egyedülálló vagy, és párkapcsolati státuszodon változtatni kívánsz. Sokan különféle okok miatt egyedülállóként élik mindennapjaikat, közülük valaki számára mencsvárat tudnék nyújtani. Írj részemre, s ismerjük meg, vagy csupán inspiráljuk egymást. Olyan embert keresek, akivel egy összetartó párost alkothatnánk egy romantikus párkapcsolatban, társat, barátot, partnert, élettársat, házastársat, beszélgető, levelező, kiránduló vagy szabadidőpartnert, egészségtudatos, gyermektelen nő személyében. E-mailben tudjuk fölvenni a kapcsolatot vagy bármely csevegő platformon. További tartalmakért és egyéb információkért látogass el a kapcsolódó blogra vagy az onnét elérhető oldalakra parkereső_prozak.blogspot.com. Szívesen válaszolok a felmerülő kérdéseidre e-mailben, a megadott címen parkereső.prozak@gmail.com. Vagy bármely csevegő platformon és a kapcsolódó blogon, ahol a mindenkori aktuális párkapcsolati állapotomról is tájékozódhatsz, valamint szándékodat anonim módon is jelezheted a levélborítékikon melletti üzenő alkalmazás segítségével.
a videó és a kapcsolódó blog, valamint a Facebook, Instagram oldalak megosztásával szintén segíthetsz. Ha tetszett a videó, oszd meg bármelyiket Facebookon, Instagramon. Ha felkeltettem érdeklődésed, további információkat olvashatsz spacelink.net/párkereső. E-mail címem még egyszer, parkereső.prozakukat@gmail.com. Kapcsolódó webhely, ami további hangos könyvek, novellák és versek lelőhelye, parkereső.prozak.blogspot.com. Keresd ki a csatornám többi videóját, hát ha találsz még valami érdekes hallgatnivalót ezen kívül is. Köszönöm, hogy meghallgattad zenés hirdetésem, további szép napot kívánok!